Hölgyeim és uraim, nagy tiszteletek, köszöntöm Önöket, Oszodváros önkormányzat, képviselőtestület a nevében, és örömmel jöttem erre az előadásra, hiszen amikor a kormány elindította a migránsok elleni kvóta, én nem mondanám, hogy háborút, hanem egy megfelelő szinten hangsúlyozta, hogy nincs szükségünk Magyarországon semmiféle olyan jellegű bevándoroltakra, akik a Brüsszel egyértelműen részünkre elő akar írni. Ha önök nem, de néhányan tudják, hogy elsők között írtam alá a tiltakozó nyilatkozatot, és magam is tettem és gyűjtöttem aláírásokat, hiszen sem Aszódon, sem máshol nincs szükség olyan irányelvekre, amit mondjuk az Európai Unió részünkre. És én boldog vagyok, hogy másodikán erről népszavazás lesz, még akkor is, hogyha ezt most egy független polgármester mondja, mert én mindig azt hangsúlyoztam az országgyűlési képviselő úrnak, hogy nem politikai kérdés, hogy erről jól kell szavazni. Én ennek a reményében megyek neki a október 2-ai népszavazásra. Hát lesz itt a Szomszéd faluban más voksolás is, ugyanebben az időpontban. Én nekik innen kívánok sok sikert, és rugalmas, nagyon jó választást, inkább jó mondom, hogy jó választást. Még egyszer mondom, én örülök neki, hogy itt lehetek, és örömmel hallgatjuk majd az előadót. Köszönöm szépen! Én is mondanék egy tényleg nagyon rövid köszöntőt. Szeretettel, tisztelettel köszöntöm az Aszódi Polgári Esték mai alkalmával megjelent minden kedves hallgatóját, nézőjét a televízió képernyőin keresztül. És látszik, hogy Aszódnak már volt egy jó döntése. A jó döntés az Georg Spötla személyében csúcsosodik ki, az ő meghívása ez alkalommal, ebből az alkalomból egy nyilvánvalóan jó döntés. Remélem, hogy az a Ködöllőhez hasonló, valóban szellemes és adatgazdag és minden szempontból kifogástalan előadás, amit tényleg Ködöllőn már megtapasztalhattunk, az a következő jó döntésben is segíteni fogja az aszódiakat, ami október 2-án vár ránk. Aszódon megkerülhetetlen az a kérdés, amit itt polgármester úr már említett. Ez az elmúlt 40-50 év legfajsúlyosabb kérdése, amit október 2-án megválaszolhatunk, és olyan kérdés, amit az elkövetkező 50-60 évünket szintén nagy valószínűséggel meg fogja határozni. Tehát nem mindegy, hogy elmegyünk-e, nem mindegy, hogy elmondjuk-e a véleményünket. Nem pártpolitikai kérdés, és erre akartam kiukadni, megerősítve polgármester úr szavait, teljesen nyilvánvalóan nem pártpolitikai törésvonalak mentén nyilvánítanak, formálnak az emberek véleményt. Ebben és ennek a tudatosításában példamutatóak azok az önkormányzatok, amelyek meghozták a kormányt támogató kényszerbetelepítést elvető határozataikat. Ebben a sorban az elsők között volt Aszód, ezért Aszód képviselőtestület és polgármesterét is külön köszönet illeti. Ez minden bizonnyal nagy-nagy segítség az embereknek abban, hogy megérezzék, hogy mennyire fontos, mennyire sorsdöntő ez a kérdés, és hogy mennyire együtt vagyunk. Együtt van önkormányzat, együtt vannak a civil szervezetek, együtt vannak a szavazópolgárok. Szinte azt mondom, függetlenül attól, hogy egyébként a hétköznapokban milyen pártpolitikai kötődéseik vannak. A mai estén elnézést kérek, én személy szerint, bár mindig örömmel hallgatom és olvasom a Facebook bejegyzéseit is Georgnak, de nem tudok részt venni, mert ezzel párhuzamosan a képviselői iroda hátsó kertjében is tartunk egy összejövetelt, ott is szép számmal vagyunk, és ugyanez a téma, csak egy kicsit talán más aspektusból.
de azt ebben a körben azt hiszem nem baj, hogyha bejelentem, hogy van egy ígéretünk Lezsák Sándortól, az országgyűlés alelnökétől, hogy Aszódot meg fogja látogatni szeptember második felében. Ennek az időpontját ezt majd nyilvánosságra fogjuk hozni, és remélem, hogy a helyi Fidesz szervezetünk segítségünkre lesz abban, hogy megszervezzünk egy előadást, ahol természetesen az önkormányzatot, polgármesterot és minden jó szándékú aszódi embert, jó döntésre készülő aszódi embert szívesen látunk. Ezennel meg is hívom önöket oda. Remélem, hogy ott találkozunk szeptember végén. Köszönöm szépen a figyelmüket, és Gáor Spötlen előadás. Hát igazából már minden el is hangzott, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy másodikán szavazatok nemmel, és hát köszönöm, hogy itt voltatok. Na jó, nem, azért ilyen gyorsan nem szabadultok meg tőlem. Tehát szeretettel köszöntök mindenkit, és tényleg nagyon megtisztelő, hogy ilyen szép számban eljöttetek. Néhány szót rólam, tehát így a munkásságom, hogy kerültem így a terrorizmussal, biztonságpolitikával kapcsolatban. 19 éves koromban érettség után jelentkeztem a német hadseregbe, a Bundeswehrhez. Ott voltam 7 éven keresztül az ejtőernyősöknél, utána barátaim átsábítottak a rendőrséghez, mert mondták, hogy azért ottan sokkal bulisabb az élet, sokkal több action van, mint a hadseregben annó. Ezt meg is tettem, elvégeztem a rendőrtiszti főiskolát annó még Nyugat-Berlinbe, és utána a nyomozóhivatalhoz kerültem, egy olyan osztályhoz, amit úgy hívtak, hogy vallásilag és politikailag motivált bűncselekmények, tehát minden, ami terrorizmus oda tartozott, a kurd PKK-tól kezdve, tamil tigrisekig, különböző iszlamista csoportokig, tehát egy ilyen nagyon kis vegyes munka volt, foglalkoztunk mindenkivel, annó még 80 voltunk, hát most körülbelül 300-an vannak a kollégák, tehát lehet látni, hogy ilyen szépen fejlődő üzletág a terrorizmus. Hogy a képviselő úr is, hogy a polgármester úr is mondta, igazából teljesen pártállástól függetlenül azt mondom, hogy érdemes szavazni, ilyen hihetetlen nagy az a bizalom, amit a kormány a választópolgárokban helyez. Tehát ez tényleg azt mondom, hogy a csúcspontja a demokráciának, amikor ti, mint választópolgárok tudtok dönteni egy ilyen fontos kérdésben. Sokan azt mondanák, hogy betelepítenek ide egy pár ezer migráns, hát az nem is olyan sok. Rövid távon azt mondom, tényleg nem sok. Ez így indult ugye Németországban is 1947-ben, mikor ugye a férfiak színejava ott maradt a fronton. Minden férfi munkát nők végeztek, legyen az gyári munka, villamosvezetés, útburkolás, és akkor ugye Adenauer kormány gondolkodott, hogy kik kellene behívni az országba, úgymond vendégmunkásként. Ugye szóba kerültek első körben a magyarok, akkor Csehszlovákia is szóba került, ugye akkor még úgy hívták lány nevén. Csak ugye 48-ban legörült a vasfüggöny, kialakultak a politikai blokkok, és sajnos ezekből az országokból nem tudtak hozzánk jönni. És akkor hívtak mexikóiakat, jöttek is, de nem túl sokan, mert ugye Mexikó marha messze van. Azért ismerjük a német nyarat, hogy milyen ilyen kellemes 20 fokok, és minden nap esik. Úgyhogy azt mondták, ez nekik túl messze és túl hideg. És akkor mondták, hogy hát akkor hívjuk be a törököket, igazából mind a két világháborúban szövetségeseink voltak. Tehát jöjjenek az oszmánok, ők jöttek is, mert mondták, hogy tök jó, van jó munka, sok pénzt keresünk, kb. Ötszörösét, mint amit otthon Törökországban. Ugye voltak elnéptelenedett munkáskörnyékek közel a gyárakhoz, oda beköltöztek tényleg fillérekért vagy fenigekért, és szóltak a többieknek, hogy gyertek, mert Németország tök jó, jól lehet keresni. És tényleg kialakult az, hogy mondjuk Kreuzberg kerületben, vagy Hamburg-Altona kerületben kialakultak olyan, ezekből a régi munkásnegyedekből, mondjuk közel a kikötőhöz, a hajógyárhoz, vagy más üzemekhez, ilyen kis török kolóniák. Ugye repülővel hozták nekik az újságot néhány naponta, aztán ez már eljutott oda, hogy a nagy török napilapok jó részét már Németországban nyomtatják, elküldik Törökországból interneten a layoutot, és másnap reggel 6-kor lemész a kioszkba vagy az U-bahnba, és már veheted a török lapokat. Ugye Műholdon jönnek a török adók, és ezek az emberek csak úgy egymással beszélgettek, igazából a gyárokban szinte csak törökök dolgoztak, én is voltam egy-két üzemben, mondjuk Mercedesnél, BMW-nél, és tényleg azt lehetett látni, hogy a munkások nagyon nagy része török. Ez ugye ahhoz vezet, hogy otthon törökül beszélnek, a családdal, munkahelyen csak törökül beszélnek, megszületik a kisgyerek, ugye milyen nyelven nevelik? Törökül értelemszerűen, vagy arab családoknál ugye arabul, vagy afgánoknál pasdúr, urdul, fárziul, amit éppen beszél a család. És a kis csóka mondjuk eljut odáig, hogy 7 éves, na be kell iskolázni, bekerül az általános iskolába, és mire jön rá? Nem arra, mint én, hogy hú, de csinos a tanárnő, a szemem se állt már akkor se jól, hanem arra jön rá, hogy úristen, nem értem, hogy a többiek mit mondanak, meg azok se értik őt, nem érti meg a tanárt,
és már ilyen konfliktusok kezdenek nagyon kiskorban kialakulni. És ez ahhoz vezetett, ugye, hogy vannak iskolák, most példának mondok egy berlini gimnáziumot, a Jens Nidal gimnáziumot, ahol 280 diák közül már csak kettő német, a többi mind migrációs háttérrel rendelkezik. Ugye adott az a kerület is, és így alakultak ki igazából ezek a paralel társadalmak, amik elég veszélyesek minden nemzetre nézve, hogy egy ilyen mellettünk éltek és nem velünk, egy ilyen nyelvi, vallási, kulturális burokban éltek ezek az emberek. Elhozták ugye még az iszlámtól független törzsi szokásaikat, elhozták ezt a számukra nagyon fontos dolgot, ugye a becsület, hogy ne veszítsük el az arcunkat, óvni a család becsületét. Hát én is belecsúsztam például abba, hogy vannak nagyon szép török lányok, de durván. Tehát nekem is volt egy ilyen kis ejtőernyős baleset, nagyon szét ment a térdem, sürgősségi meg minden, és hát volt ott egy asszisztens nő, egy török lány, hát most a fiúknak mutatom, és ez még csak a feje volt, úgyhogy... Persze, hogy ott még többsebből véreztem, de már a randi le volt beszélve, mondom, ahogy leveszik a gipszet, kiveszik a varatokat, akkor menjünk fagyizni, ő mondta, hogy hát na. Na a lényeg az, hogy hát egyszer-kétszer randiztunk, és az volt a vég, hogy ő is, meg én is kaptunk a családtól halálos fenyegetést, amit azért komolyan is kell venni, mert átlag 4-5 ilyen becsületgyilkosság történik az országban. Tehát nem tűrik azt, hogy a lányok mondjuk egy német fiúval randizzon, vagy ne adj Isten mondjuk hozzá is menjen feleségül. Tehát erre iszonyatos módon vigyáznak, hát akkor biztonsági okokból hagytam is, mert nem akartam tényleg, hogy baja legyen, én azért tudnék magamra vigyázni. Belefutottam még egyszer, egy Németországban született, és ott egyetemre járt elektromérnök nőbe, aki az Osram gyárban volt egy vezető pozícióba, és egyszer vele azért kicsit komolyabbra fordult a dolog, de történt egy csúnya gyilkosság Berlinbe, egy török autóba bedobtak egy kézigránátot. Ugye hát mind a három csók, akik benne ültek, hát azért ott már nem segített egy aszpirin, tehát a helyszínelésnél azért lehetett látni, azt tényleg komolyan gondolták. Nem csak rájuk akartak kieszteni egy ilyen taktikai repeszgránáttal. Na, megholták magukat, helyszínelünk ott, mint a vad, meg minden, és akkor csörög a mobilom, és a barátnőm volt, hogy ez biztos ti csináltátok, ti rohadt nácik, és én nézem, ez tényleg ő, tényleg, mondom, Atya Úristen, és akkor, hogy de majd bosszot fogunk állni rajtatok, átvágjuk egy pár németnek a torkát, és kifektetjük őket a templom lépcsőjére. És úgy mondom, Atya Úristen, mi azt se tudjuk, ki volt. Ugye lehet egy maffiagyilkosság, kiderült, hogy tényleg maffiagyilkosság volt, mert két rivális drogelosztó csoport veszett össze, mind a ketten törökök voltak, aztán az egyik gondolt, hát van egy gránátom, akkor beszéljük meg, mint férfi a férfival, sikerült is, ők voltak a nyerők. De rögtön az játszódott le a csajszi fejébe, hogy biztos németek öltek is. Ezen az estén aztán nem is találkoztunk, illetve akkor utoljára még volt egy-két cuccomnál, azt elhoztam. Tehát lehet látni, hogy nem vagyunk kompatibilisek. A legjobb szándékkal sem, lehet ott szerelem, lehet ott kapcsolat. Mindig van egy pont, amikor ütközik a kultúránk, ütközik a vallásunk. Tehát a legszörnyűbb becsületgyilkossága az durván most egy éve, pont egy éve történt, ott egy pakisztáni család jött rá, hogy a 19 éves lányuk randizik egy német sráccal, átkutatták a cuccait, találtak még egy felbontott csomag óvszert is nála, az apa lefogta a lányt, az anya pedig egy párnával megfojtotta, majd fogták a holttestet és bedobták egy kukába az autópálya mellett. Szép kis family, mit tudok erre mondani? 3 órán belül meg lett, hogy ők voltak a tettesek, ugye nem néztek elég NCIS, meg Criminal Minds-ot, meg egyebek, meg Dr. John, tehát nem tudták, hogy a forenzik az már olyan szinten áll, hogy elég egy hajszál vagy holtestről is lehet ülenyomatot venni. Na, a lényeg, hogy ilyen dolgok történnek, és az a baj, hogy a társadalom ilyen nagyon rossz irányba kezdett elmozdulni. Ha azt mondom, hogy Berlin, ugye onnan én jövök, minden negyedik ember már bevándorló. Migrációs háttérre rendelkezik egy iszlám országból. Tehát ha kimész az utcára, már látod, hogy hú, még Németországban vagyok, úgy. Vagy én úgy csináltam, hogy átbringáztam például Kreuzbergbe, ahol a törökök élnek, marha jó piacuk volt. Tényleg úgy mész bringával, és 10 perc múlva úgy érzed, hogy megérkeztél valahova Isztambulba, és olyan feelinges is volt, szólt a piacon a zene, lehetett alkudozni, és igazából szívesen mentem át, de egy idő múlva ott is kezdett így fordulni a dolog, hogy már nem láttak szívesen németeket. Például utoljára, amikor kint voltam, átbringáztam akkor is egy narancsot venni, és akkor pakolja nekem a narancsot ott a csóka, és mondja, hogy nézz így rám, téged el fog vinni az ördög, mondja nekem, a sejtán. Hát mondom, abban én is biztos vagyok, komám, én azért jobban tudom az előéletem, mint te, de azért áruld el, hogy szerinted miért. Hát azért, mert te nem vagy muszlim.
Hát mondom, figyelj akkor, ha nem akarod egy kereszténynek adni a narancsaid, akkor vissza is pakolhatod aztán. Adios, és ott hagytam, és akkor mondtam, hogy igazából inkább bemegyek a Spárba, lehet, hogy egy kicsit drágább vagy valami, de hogy van ez a hülye vicc, hogy miért lopnak a legtöbbet az Aldinál? Ott a legolcsóbb. Szóval akkor megyek máshova és nem vásárolok ott. Tehát ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok vannak, és ez gyerekkoromban nem így volt. Akkor még egész lazán bántunk egymással, nem volt ez a hatalmas polaritás a társadalomban, nem volt az, hogy ó, te keresztény vagy, te most akkor gyökér vagy, meg mi sokkal különbek vagyunk, mint te. De az a baj, hogy láttam a tendenciát így, hát én most már 50 fele, hogy így az elmúlt 30 évben nagyon-nagyon megerősödött ez az ellentét keresztények, muszlimok, németek és bevándorlók között. Ugye megalapították most a német, ezt a török, német-török pártot, Allianz Deutsche Demokraten, tehát Német Demokraták Szövetsége az a neve. Állatjó, van egy Facebook oldaluk, körülbelül 3-an lájkolták, de félek, hogy többen fogják, tehát ilyen nagyon durván el az Erdogán, tehát a török elnök vonalára álltak rá, és szidják Németországot. Úgy írta egy ilyen gyökkettő gyerek, hogy nekem az életem egy pokol itt Németországban. Erre visszajött egy német nő, miért öcsi, mert nem tanultál és kibuktál a suliból, azt most segédmunkás vagy? De erre aztán úgy legyalázta a nőt, hogy ki is tiltották a Facebookról, de mindegyik ilyet ír, vagy hogy lejött ugye a newsticker-be az, hogy megengedte a török kormány, hogy 15 éves, illetve 15 év alatti lányokkal is házasságra lehet lépni, mert ezt az iszlám megengedi, és akkor hú, föl kéne robbantani a német tévét, meg minden, mert hogy ezt lehozták, és hogy ez Törökország ellenes, meg gyaláznak minket, tehát brutális. Úgyhogy lesz még gondunk ezzel a párttal, mert ha nagyon sokan belépnek, előbb-utóbb be fognak kerülni a Bundestagba, és ha bekerülnek, mint párt, akkor ugye át lehet majd nyomni olyan törvényeket, hogy legyen kötelező iszlámoktatás az iskolákba, le kell mindenhonnan venni a keresztet, legyen egy dresszkóda a lányoknak, hogyha iskolába járnak, úgyhogy ezzel még lesz probléma. Úgyhogy én azért mondom, hogyha ezt el akarjuk kerülni a gyerekeinknek, az unokáinknak, akkor mindenképpen mindenki hallgasson a szívére, gondolja jól át a dolgokat. Lehet, hogy nem a mi életünkben lesz ez itt probléma Magyarországon, de hogyha a kvótát Brüsszel átvinné, 20-30 év múlva esetleg meg se ismernénk a városunkat. Látom német kisvárosokban, például Bajorországból rokonaim élnek, a Kárlunokatesson például igazgatója Strandnak. Ő most saját szakállára, de most már a polgármester is azt mondta, hogy jól tette, kitiltotta a bevándorlókat a Strandról, mert 8-10 éves kislányokat molesztáltak. Megerőszakoltak egy 14 éves fiút az afgánok, úgyhogy azt mondta, hogy ide a Strandra színes bőrű nem jön be. Hogy amíg ő ott igazgató, nem, és szerencsére a polgármester mellé állt, mert annyi gond volt ebbe a kisvároskába, ez egy 12 ezres kisváros, de gyönyörű kis bajor hegyek között fekvő városka, tehát ez nekik nem kell. Tehát a városlakosság is amblok ellene van, hogy oda beraktak több száz embert, akik egész nap ott lógnak a szupermarket előtt, rácsapnak a lányok fenekére, mocskos megjegyzéseket tesznek. Ugye a szülők már nem engedték el a gyerekeket a Strandra, ugye a molesztálás meg a nem erőszak miatt már a fiúkat se végül. Úgyhogy nem igazából az a jövő, amire mi számítanánk. Meg ugye át kell gondolni, hogy mi a fontosabb. Kire akarjuk az ország reszorjait fordítani? A gyerekekre, vagy ezekre az arcokra, akik nem törődnek országhatárokkal, nem törődnek törvényekkel, hanem egyszerűen, mint egy ilyen sáskahad mentek át Európán, akik állítólagosan menekültek, de mikor elértek biztos országokat, legyen az Görögország, legyen az Macedónia, legyen az Szerbia, legyen az Magyarország, azt mondták, nem, mi itt nem maradunk, mert itt csórók az országok, itt nem kapunk segélyt, mi megyünk Németországba. Akkor rájöttek, hogy Dániába több a pénz, oda mentek, rájöttek, hogy Norvégiába még több a pénz, akkor mentek Norvégiába, jaj, de ott túl hideg van, akkor menjünk Finnországba, mert ott meleg van, hát látni, hogy meteorológusok is vannak köztük. Ott ugye nem volt jó a kaja, nekik talán emlékeztek a tévében a bejátszás, amikor mutatta a finnek egyik nemzeti eledelét, hogy hát ilyet csak a kutyáknak és a nőknek adnak. Ez is úgy megmutatta, hogy a nőkhöz való viszonyuk milyen, ugye előbb a kutya, aztán jön a nő, úgyhogy hát nagyon szépen köszönöm. Csodálom, hogy nem írnak erről valahol olyan női magazinokba, hogy nem tudom, Kozmoba vagy valami, hogy gondolják. Tehát azért érdemes megnézni, hogy ezek nem úgy néznek ki, mint háborús menekültek, hanem akik a röszkei csatában részt vettek, olyan vehemenciával támadtak, én ott voltam és láttam, hogy tényleg egyik rendőr kollégának a nyakcsigolya eltört, mert egy kb. 5 kilós betondarab talált el, amit ott a kifosztott üzlet tetejére hozzávágtak. Szerencsére sisak volt rajta, nem is bénult le, tehát már újra szolgálatban van, de érdekes módon azt a német sajtó nem közölte le.
hanem ilyen teljesen fals hülye híreket, hogy az agresszív magyar rendőrök nekimentek a megkeseredett bevándorlóknak, egy sérült kislányt átdobtak a határon, az pont fordítva volt, az arabok dobták át egy gyereket. Meg nagyon van egy jófej angol srác, az összegyűjtötte a röszkei videókat, fönt van YouTube-on is, meg lehet nézni, hogy mit csinálnak az arabok, megfogják a kisgyereket, direkt beleállították a könnygáz sprébe, meg a könnygázgránátoknak a kiáramló füstjébe, illetve ebbe a gázfelhőbe. Utána kihúzták, és rögtön szóltak a fotósoknak, és azok meg lefotózták ugye a szerencsétlen gyereket, ahogy vörös a szeme, könnyezik, taknyanyála egybefolyik, magyarán mondva, és akkor ebből lett a hír. Tehát aki a saját, vagy mondjuk a barátja gyerekével ilyet képes csinálni. Lehet látni, hogy a gyerek fél, ugye nem akarja, megpróbál úgy odébb vonulni, de erőszakkal betartják ebbe a gázfelhőbe. Tehát azt mondom, nekem senki nem mondja, hogy ezek ártatlan menekültek, és hogy a gyerekeiket akarják a háború elől megvédelni, mert amit ott csináltok, az egyszerűen gusztustalan. Meg lehet nézni, rengeteg ilyen felvétel van YouTube-on. Ugyan még itt a nagyorú német bácsi mesél, közben ilyenek történnek a földközi tengeren. Tehát ezen a héten valami kb. 8900 embert mentettek ki a földközi tengerből. Azt csinálják az embercsempészek, hogy telerakják a hajót, ami majdnem elsüllyed, adnak egy vészhívót valamelyik migránsnak, és mondták, ahogy elhagytátok a strandot, meg is nyomhatjátok, és kimentenek titeket, és ez valóban így is van, mind a spanyol, mind az olasz mentőhajók, vagy a hadseregnek a hajói, azok mentik ki az embereket, és viszik át Szicíliába. Van egy olasz barátom, ő régen itt Budapesten volt a nagykövetségen, és ő is mondja, hogy már otthon van, nyugdíjazták, hogy borzalom, hogy mi van Szicíliában. Tehát tarthatatlan, turisták nem mennek, nem jön be pénz. Ugye összeverekednek a Cosa Nostrának a tagjai a migránsokkal, a migránsok egymással felekezeti viták miatt. Úgyhogy Olaszországban nagyon-nagyon komoly probléma van, különösképpen fekete afrikai bevándorlók miatt. Hát ugye még azt mondom, az arab az még istenes, de utána jön az afgán tényleg ilyen zéro iskolával, és utána majd jönnek a fekete afrikaiak, akiket nem tudom, mit fogunk velük csinálni, mert igazából most felnőtt férfiak, ugye nem tudnak írni, nem tudnak olvasni, tehát őket integrálni munkaterületén vagy bárhol, tehát az jött, volt az a hagymázas álma Angela Merkelnek, hogy fú, egy gazdasági fellendülés lesz, egy ilyen második gazdasági csoda Németországban, mert hogy ezek milyen okos, intelligens, tanult emberek, csupa mérnök, meg orvos, meg minden. Persze volt köztük, de azért a törökök voltak annyira rafósok, hogy ezeket kimazsolázták. Meg tényleg voltak orvosok, de azok nem itt a menekült áradattal jöttek, hanem átmentek Katárba, Kuwaitba, Szaúd-Arábiába, és keresnek 10 000 dollárt egy hónapba, és nyilván nem egy német menekültáborba fognak élni, ott ilyen kis kegyelem kenyérem, meg havi 140 euró zseppénzen, tehát nyilvánvalóan nem. Ilyen textilmérnököket, gépészmérnököket pedig a törökök azok már gyorsan kiszippantottak, és például a menekültáborok közelébe a törökök nagyon klasszul megcsinálták különben, textilgyárakat és különböző élelmiszeripari üzemeket létesítettek, ahol a migránsok dolgozhatnak, és ráadásul nem is olyan rossz pénzért, az átlag bér ott 300 euró, ami belegondolok majdnem 100 000 forint. Hát mondjuk nagyon sokan dolgoznak Magyarországon is 100 000 forintért. Úgyhogy szerintem ez teljesen korrekt. Úgy, aki onnan eljött, vagy például nagyon jó ismerősöm Bahrainbe a magyar konzul, és ő is mondta, hogy tűnt el a munkaerő nagyon sok helyről, én olajiparban dolgozó barátai mondták, hogy egyszerűen a szírek fogták magukat, kivágták óvatosan zsilettpengéből a tartózkodási engedélyüket Bahrainból, és eljöttek a migráns áradattal Európába, holott havi 2-3 000 dollárt is megkerestek, még segédmunkásként is mondjuk az olajmezőkön. Tehát, hogy mi volt abban nekik a jó, hogy tized annyi pénzért átgyalogoltak a félvilágon, azt mondjuk se ő, se én nem értjük. Ugye erősödik a nyomás a magyar határon is, lehet látni, hogy azért rongálják meg szépen a magyar határt. Most úgy beszéltem párszor lendszolgálatot teljesítő emberekkel, meg Bakondi tábornok úrral is, tehát meg kell mindenképpen erősíteni a határt. Az a lényeg, hogy elég, ha valaki ellop mondjuk egy traktort, egy kukásautót, kamiont, bármit, azért ezt a határt meg lehet annyira rongálni, hogy utána nagyobb embertömeg is át tudjon jönni. Úgyhogy lényeg az, hogy kell egy újabb határkerítés, ami akár tankcsapdákkal, tehát ilyen betonelemekkel ellátva meg tudja védeni jobban az országhatárt, hogyha tényleg őrült nagy tömegek jönnek. A Törökország ugye ma is fenyegetőzött a német sajtóban azzal, hogy fel fogják bontani ezt a szerződést, ugye, hogy
visszaküldjük a rossz migránsokat, és küldenek jó migránsokat. Tehát ez fordítva van, én megnéztem úgy egy adagot, akiket átküldtek. Mentálisan sérültek, tolókocsiban ülnek, tüdőbetegek, ételfertőzöttek, hepatitis. Tehát igazából így komplett a kórházai ápoltakat, meg a mentálisan sérült embereket átküldik. Amit a kubaiak csináltak érdekes módon még Kennedy alatt, ugye amikor mondták, hogy gonosz Castro, senkit nem enged át, aztán mondta, na jó, akkor átengedünk egy pár tízezer menekültet, kiürítette a börtönöket, meg az elmegyógyintézeteket, és átküldte őket Miami-ba. Mert ez a híres film Al Pacino, a Scarface, érdemes megnézni, pont erről szól, nagyon súlyos bűnözők átmentek Amerikába, drogkártereket alapítottak. Tehát körülbelül ett is, aki bűnöző, vagy aki nagyon beteg, az menjen Németországba, akinek diplomája van, azt megtartjuk itt Törökországban, és akkor... Tehát hihetetlen jó deal, mondjuk egy tüdőbetegnek a kikezelése átlag 22 ezer euró. Beszéljünk a számokról is, gyűlöltem mindig a matekot, mert elmondtam Gödöllőn is, hogy hogy csikítva ébredek, mert a matek érettségemről álmodok, ez olyan borzalom, komolyan. Mai napig kísértően hír vagyok matekból, így ébredek, és akkor mondom, atya úristen, még. Voltam is meséltem, voltam 2 évet Afganisztánban, és akkor fölnéztem, de jó, mondjuk, Istenem, Kabulban vagyok, és nem a matek érettségemen. Na mindegy, azért hoztam egy pár számot, tehát egy migránsnak az ellátása 23 euróba kerül per nap. Tehát most durván 2,1 millió migráns kap ellátást, hát az napi 46 millió euró per nap. Akkor ugye még jön a lakhatás, tehát konténerek, vagy van, hogy iskolákba helyezik el őket, jön az orvosi ellátás, akkor óvodák, iskolák, tehát olyan brutális összeg, tehát az idén úgy volt, hogy 27 milliárdba fognak kerülni, most már mondták, hogy valószínűleg 27,5 milliárd euróba fog kerülni a migránsok ellátása 2016-ban. Úgyhogy olyan számok, amiket úgy fel sem tudok igazából fogni, mert ez már úgy túlnő az univerzumon, meg minden, amire az ember néha elgondolkodik, hogy mekkora lehet, tehát olyanok ezek a számok, és ezt ugye mi adófizetők fizetjük. Szóba került már, ugye az most 65 év volt a férfiaknál a nyugdíjkorhatár, most megemelték 67-re, és azt mondták, hogy most meg fogják emelni valószínűleg 2019-ben a férfiaknak 70 évre a nyugdíjkorhatárt. Hát atyaik, belegondolok, 20 év múlva lehet, hogy már csak egy zsák csont leszek, de Abdul megkapja a nyugdíjamat, vesz belőle egy szép Mercedes-t, és akkor sokkal boldogabb leszek ott fent egy felhőn, nézem, tyú, de jó neki, nekem van egy hárfám, neki mondjuk van egy Mercedes CLK, vagy egy 6-os BMW, jó deal, neki, nekem nem. Úgyhogy azt hiszem, ez a merkeli politika nem váltotta be úgy a hozzáfűzött reményeket semmilyen szinten. Hát olyan nyugdíjasok azok, vagy akik készülnek nyugdíjba pár év múlva, azok bakot ugrottak. Meg hát most egy rendőr mi 70 éves koráig dolgozzon mit? Fusson a bűnözők után, mert annyi irodai munka azért nincs, egy tűzoltó 70 évesen fönn a tetőn. Wassermarsch, hát azt sem tudom, hogy elképzelni. Meg egyáltalán, hogy azért dolgozunk, fizetünk adott járulékokat több becsületesen, hogy gondoltam, na jó, 65 év, aztán megyek való a Karibikre, lógatom a kukacot a vízbe, nem úgy értettem, hanem a bot végén, és nem tudom, búvárkodok, meg úgy élvezem az öreg napjaim. Hát ebben szerintem semmi nem lesz, meg majd dolgozom, aztán utána irány a Gödör. Na, PKS, Polizeiliche Kriminalstatistik, németeseknek ez a rend, német bűnügyi statisztika, hogy 2015-ben a Berlinben elkövetett bűncselekmények 37%-át követték a migránsok. Azért azért nem kevés. Belegondolnok, most jönne egy jó tündér, és nem lennének migránsok, 37%-kal kisebb lenne a bűnözési arány. Van újabb statisztika is, tehát megnézték, hogy a németek, minden 50. német kerül valamilyen módon konfrontációba a törvénnyel. Tehát ez lehet, hogy mit én csendháborítás nekiáll vasárnap este füvet nyírni. Vannak ilyen taplók különben, tényleg úgy nézed a tágyesót este 8 és hallod, hogy rázni milyen. És mit csinál? Ugye én, mint kultúrember, mag szólok neki, nem, oda megyek, orba vágom, de nem átlag, akkor az emberek hívják a rendőrséget, vagy szól a feleségek, Inge, ruf die Polizei, Inge fölhívja a policájt, jön, feljelentés. Tehát ilyen kis apróságok. A migrációs háttérre rendelkező német állampolgárok, ugye hát van belőlük kb. 8 millió, legtöbbjük török, közülük minden 16. kerül valamilyen módon konfliktusba a törvénnyel. Ez se nem, annyira nem rossz arány, viszont a frissen érkezett migránsok közül van valakinek egy ötlete? Minden? Nem. Második, az ura nyerő.
minden más, hát csak egy pohár vizet tudok felajánlani, most másom nincs. Vagy a laptopod, mert nem az enyém, the winner, úgyhogy, hogy választott valamit a polcról. Tehát minden második, ugye azért az elég sok. És például az van, hogy Baden-Württembergben, tehát Schwabenland, azt mondták, hogy most kiengednek a börtönből olyan embereket, akiknek már csak 2-3 hónapja van, azokat ilyen rágyós lábbilincsel feltételesen szabadlábra engedik, illetve házi őrizetbe helyezik, mert olyan sok migráns követel bűncselekményeket, általában bolti lopás, nem érő szakkísérlete, szexuális zaklatás, hogy kell nekik a hely, mert egyszerűen megteltek a börtönök. Tehát most az, hogy vagy új börtönöket építeni, vagy akik olyan, na, mit csináltál, loptál, oké, akkor te hazamehetsz. Úgyhogy nem túl jó a tendencia. Ja igen, megvizsgált akkor a Bundeskriminalamt, a BK 70 ezer bűncselekményt, ezt vették 100%-nak. Nincsenek benne ilyen kapitális bűncselekmények, mondjuk, mint gyilkosság, de viszont áprilisi, januártól áprilisig megvizsgálták, és 45%-át követték el ennek a 70 ezer bűncselekménynek a frissen érkezett migránsok. Azért az brutkó, az majdnem a fele. Tehát igazából a kriminális statisztika az nagyon-nagyon rossz jelen pillanatban, tendencia növekvő. Ugye azt lehet látni, hogy ülnek a csókák a menekült otthonokba, azt hitték, hogy tényleg olyan hülyeségeket meséltek a nyomorultaknak az embercsempészek, hogy én elindultam volna. Hogy fú, mindenki lakást kap, munkát kap, autót, hogy bejáró nőjük lesz. Nem tudom, én is elég hülye vagyok, mert hát rendőr, de most nekem ilyet mondtak volna, hogy fú, menj Amerikába, mert bejáró nőd lesz. Azért kétkedtem volna, és akkor tényleg az, hogy hol a bejárónő, miért nincs még lakásunk, ülnek ugye a menekült otthonban, malmoznak, és az elkeseredettség az nő, nekem se lenne jó kedve, mondjuk egy évig ülök egy ilyen konténerbe, tized magammal, sokan vagyunk, agresszívek, büdös van, mit tudom én, unatkozom, és ezt állatmód kihasználják a különböző bűnszervezetek, a legjobban a libanoni drogmafia, ők is migránsok voltak. Tök cukik voltak a pályafutáson kezdetén, emlékszem rá, még 83, de jó idők voltak, 20 éves voltam, diszkó, mesélhetnék, most nem fogok. Lényeg az, hogy akkor dúlt a libanoni polgárháború, és rengeteg migráns jött menekültként Németországba, Libanonból. Úgy ott beindultak kicsit a palesztinok, szétlőttek pár várost, voltak keresztények, voltak síták, voltak szuníták, aztán drúzok, hihetetlen kis helyen mennyi jó ember elfér, akik lövik egymást, egyszerűen zseniális. No, átjött több tízezer menekült, és azt hittük, hogy majd vége a háborúnak, mert vége lett, hogy majd szépen visszamennek, és akkor bye-bye, vinke-vinke, integetünk nekik a reptéren, hogy de jó volt, hogy voltatok, de nem mentek vissza. Ugye volt, aki üzletet nyitott, éttermet nyitott, volt, amelyik alapított egy drogmafiát, és sajnos a drogmafia szinte egész Németországra így rátette a kezét. Kiűzték a nigériaiakat, igazából őket csak így futárnak tartják meg, akik a diszkóban hárulják a drogokat. Leverték még az oroszokat is, tehát a libanoni drogmafia az a legnagyobb jelen pillanatban Németországban. És ők szippantják be most a migránsokat. Előszeretette a gyerekeket. Mert hogy? Ha elkapják? Nem, elveszik a drogot tőle, beviszik a gyámügyre, ott kap egy meleg kakaót, meg egy szendót, azt megeszi, esetleg alszik ott egyet, azt reggel megy vissza a keresztapához, hogy van meló? Hát persze, hogy van meló. Na, jalla. És már viszi a következő szállítmány. Úgyhogy pokoli problémák vannak Németországban. Ugye albánoktól kezdve üzbégekig mindenféle mafia szervezetek vannak, tehát mindenki megtalálja igazából a nyelvéhez, a kultúrájához a legközelebb állót, és igazából a friss hús mindig jól jön az ilyen szervezeteknek. Szorult helyzetben a rendőrség, fú, ez két hete történt, akkora Isten, egy 11 éves libanoni gyerek akart ellopni egy autót. 11 évesen, azért ez úgy cool, kicsit koravén vagy. És nem az első eset volt, az a vicc. Tehát, hogy mondták kollégák, hogy körülbelül ilyen lajstroma van már, tehát ott a drogkereskedéstől kezdve rablásig, tehát lehúzott gyengébb gyerekek, ott oda ment, a jó tornacipő volt rajta, vagy mobiltelefon, lepofozta és elvette a cuccost, és el akart lopni egy autót. Szóval látták a szomszédok, hívták gyorsan a kollégákat, azok odaadta a tűtetá, ugye, hogy rendőrök mi tesszük, imádjuk azt a szirénát, azért is vagyunk süketek, mert általában 30 fölött, de mindig szóljon, mert az olyan cool. És kiszedték a gyereket az autóból, erre megjelent 70 arab, és elkezdték ott püfölni, meg rúdosni a kollégákat. Tehát iszonyatos csetepati alakult ki, hívtak erősítést is, tehát nem volt szép a helyzet, ezt úgy lehet látni a rendőrautóból készített kamerafelvételeken, hogy azért elég kiélezett volt. Jó, győztünk, tehát ez a lényeg.
És akkor nyilatkoztak, másnap az volt a legjobb ilyen liberális lapokon, imádom őket, fú, olyan király olvasni, hogy nem igaz. Mindig, ha alacsony a vérnyomásom, akkor iszom egy kávét és elolvasok egy liberális újságot, na, akkor ki tudnék ugrani a bőrömből, és mondják, de jó szín, egy nyaraltál, mondom, nem, elolvastam a Der Spiegelt. És lényeg az, hogy azt mondták a szülei, hogy persze, hogy kiakadt a gyereknek, hát a többiek is, mert hogy tiszteletlenek voltak a kisfiúval. Ja, bocs. Hát legközelebb majd viszünk fagyit, csokit, meg vatacukrot. Gyere, Hamid, egyél. Aztán utána lopod el, érezd jól magad. Tehát ilyen a mentalitásuk. Nem akartam most még itt videóval, mert ugye németül meg arabul üvöltöznek, de az a lényeg, hogy takarodjatok innen, ez a mi utcánk, ez egy muszlim kerület, ilyeneket kiabáltak, meg üvöltöttek, hogy Allahu Akbar, tehát egy kicsit föláll az ember hátán a szőr ilyenkor. Egy német nagyvárosban. De hogy mondtam, Berlinben minden negyedik bevándorló. Úgyhogy tendencia az pedig, hopsz, egyre jobban emelkedik. Úgyhogy átlag nap berlini utcákon, 11 éves arab gyerek. De volt olyan, hogy mi is úgy tényleg mentünk haza, hogy megfigyelése a kollégámmal, aztán láttunk két csókát, azt hiszem Gödöllőn már elmeséltem neked, uncsi lesz, és úgy fúrnak egy kis Mazdát, egy ilyen elég Hello Kitty is ilyen rózsaszín csili-vili Mazda volt, és úgy nézzük, hogy annyira el voltak merülve, nem is hallották meg, hogy megálltunk, kiszálltunk, és így álltunk a hátunk mögött, szóval úgy elélógottam a bűnügyi jelvényemet, hogy hát segíthetek? És akkor valahogy megijedtek, majdnem eldobták a cuccost, és kérdezzük, hogy mi folyik itt, mondták, ó, elveszteni autókulcs. Oké, lehet. Miért ne higgyünk neki? És ugye mindig van nálunk egy ilyen kis iPad, és akkor megnéztük, hogy ki az autó, hát mondtuk, Kajle, ez nem a te autód. Mondja, ó, nem, autó, barátnő. Oké, egy nőnek a nevére volt ez bejegyezve, tehát miért nem én lehetne egy török barátja annak a nőnek, akinek ilyen Hello Kitty-s autója van. Megnéztük rögtön, van-e mobilja a nőnek, benne van a rendszerbe, már hívtuk is, hogy hölgyem, van önnek egy török barátja, akinek kölcsön adta az autóját, az meg, Uramisten, nem is ismerek semmilyen törököt, és már rohant is le, úgy pizsibe, hogy volt, annak örültünk, mert jól nézett ki, és mondta, ezeket én sose láttam, ezek el akarják lopni a Verdát. Na, mit csináltunk, ugye? Bilincs, rájuk hasaltunk, átnéztük, van-e náluk fegyver, vagy annak látszó tájbaj, bármilyen veszélyes dolog. Hát csak ilyen betörő szerszámok voltak, de hát ez igazából bagatell. Na és akkor kezdte a fickó, hogy hát majd én téged följelentelek, hogy megvertél, és náci vagy. Hát mondom, tényleg följelentesz? Ezt mondja föl. Hát mondom, tudod mit, adok rá okot. Adtunk. Nem jelentett föl, volt annyira sportszerű érdekes módon, de mindig előveszik ezt a rasszizmus kártyát. Hát mondom, hülye vagy, mondom, a norvég lennél, akkor is elfognálok, mert autót lopsz, most mit vársz, kitüntetés, szóval ilyen baromságokkal jönnek, nigériaiak azok a legrosszabbak még. Mert én fekete vagyok, mondom, nem öcsém, mert nálad volt hús, spangli, és itt árultad a diszkóban. Tehát ezt ő nem fogja föl, hanem azért, mert ő fekete, hát rohadtul nem. Na, ezt mondom minden negyedik, hát ez úgy tök jó, Kreuzbergben készült a fotó, ilyen kis divatkép, Vogue. Ez is Berlin-Kreuzberg, tehát úgy kimész az utcára, és akkor ülnek ott a mamókák, jó bérne üljenek, hát nem bántanak semmit, de azért úgy nem egy német nagyvárosnak a képe, vagy nem az, most sokan fogják, hó, holnap majd írja a 444, hogy mekkora náci vagyok. Nem, csak azért úgy elgondolkodtat, mikor tényleg az ember úgy kimegy az utcára, vagy leszálltam múltkor Berlinbe, el kellett hoznom az új útlevelemet, én ilyen régi módi vagyok, én még útlevéllel utazom. Meg van BKV bérletem, láttam, mikor itt voltak, hogy mentek a metróba, Syrian, aztán lementek. Mondtam, megpróbálom én is, de nem én ilyen hülye vagyok, veszek bérletet. Na mindegy, tehát a lényeg az, hogy azért úgy kicsit elgondolkodható, mikor az ember úgy idegenként kezdi magát érezni a saját városképében, vagy a saját városban. Ugye a üzletekről is már igazából török meg arab nyerő feliratokat lehet találni. Ja igen, tehát leszálltam, kijövök a reptérről, megyek a gyors vasúthoz, a kép, ami fogad, hogy két kollega egy arabot tuszkolnak éppen be a kocsiba, hogy a fejét így benne verje szegényke. Na mondom, hurrá, itthon vagyok. Úgyhogy ez Berlin. Tehát így kezd átalakulni. Ugye, akik nagyon liberálisan gondolkodnak, mondják, hogy miért baj ez. Egy zöldpárti politikusnő például azt mondta, hogy az lesz az igazi szuper multikulturális társadalom, ha Németországban több külföldi lesz, mint német. Azt nem szeretném megérni. Azt szerintem a szörnyű lesz. Már most olyan túl jó a helyzet. Hát gondoljatok bele, átjött 2,1 millió, és most már úgy folyamatosan jönnek az idén is. Eddig valami 475 ezeren kértek az idén idáig menedékjogot Németországban. Tehát szerintem az 1 millió az meg lesz az idén.
Tegnap esküdözött Angela Merkel, hogy nem, 1 milliót már nem fogunk az idén megengedni. Befog. Tutira, hogy befog. Főleg kollégák vannak most nagy gázban a svájci-német határon, mert rengeteg fekete afrikai jön. És bemennek a legkisebb rendőrösök, vannak tényleg a falukban egy nagyon pici kis rendőrös, egy vagy két rendőrbácsi ott a hegyekben, fújják az alpesi kürtöt szabad idejükben, meg nem tudom, isznak, remélem, ha van eszük. Na mindegy, és menedékjogot kérnek tucatjával fekete afrikaiak, és nem tudnak az ilyen kis falvakban mit csinálni velük. Hogy megnyitják a fogdát, vagy iskolát, ha van, és oda berakják, aztán küldik tovább a nagyobb városok fele. Tehát nagyon nagy problémát fog jelenteni ez az őrült nagy tömeg, körülbelül 1 millió ember, akik Líbiával úton vannak. Ugye a líbiai kormány, hát az van is, meg nincs is. Angela Merkel velük is akar kötni egy deal, tehát ők benne lennének, meg fegyvereket kérnek meg ők is 6 milliárd eurót, ez úgy látszik, hogy bejött 6 milliárd eurót kérhez, no, kérjünk csak 5-öt meg sok fegyvert. Úgyhogy nem hiszem, hogy még fegyvereket kellene szállítanunk nekünk Líbiába, mert ha azok rossz kezekbe kerülnek, mondjuk az iszlám állam, vagy valamelyik más dzsihadista milíciához, abban rossz belegondolni, és azok mondjuk átjönnek ezekkel a fegyverekkel. Szép modern német G36-osok, Heckler & Kochtól, akit azzal meglősz, hát ott már nem segít egy aspirin, úgyhogy szerintem nem kéne a fegyverexportot odáig kiterjeszteni. Na, csinálnak ilyet is például, úgy megmutassák a hatalmukat, hogy ők vannak otthon Berlinben, a pénteki nagyimát megtartották egy főúton. Ugye nekünk kiadták, hogy hagyjátok, hogy fél óra aztán hazamennek, addig lesz egy kis dugó, de ne eszkalálódjon a helyzet. És akkor állsz ott, így fogad csikorgatva. Én most ott letérdelnék egy kis feszülettel valahol, egy ilyen főúton szerintem bevinnének az elmegyógyintézetbe, meg jó, meg is büntetnének, hogy túin van. Hát nekik meg ezt hagyni kellett, és úgy olyanok, mint a rossz gyerek, ugye, hogy folyamatosan próbálják a határokat tágítani. Mikor kapok már egy maflást a fatertól? Ha ezért se kapok, na, akkor imádkozom. Na, akkor nem tudom, vetessük le a feszületet az iskolákba. És már odáig jutott igazából a téboly Németországba, hogy nagyon sok iskolából kitiltották a disznóhúst. Milyen jó volt az, hogy fú, matek után vagy dupla tesi, lemenni egy kis fasírtot vagy valami. Most nincs azért, hogy legyünk tekintettel ugye a muszlim bevándorló gyerekekre. Ne legyen disznós, mert azért az úgy bezavarná az ő, nem tudom, vallási gondolkodásukat. Hát, whatever, akkor eszük a halál kaját majd velük. Na, kedvenceim, sharia policáj. Sharia, mindenki tudja, ugye iszlám törvénykezés. Tehát az iszlám az nem olyan, hogy úgy vallás, úgy jó, elimádkozgatunk, aztán tök jó lesz minden, majd megbocsát nekünk Allah, majdnem jó Istent mondtam, hát az max nekünk. De ha beengedjük őket, azt ő se bocsátja meg szerintem, úgyhogy nem. Úgy szugerálok mindenkit, nem. Lényeg az, hogy azt csinálták ezek a jó emberek, hogy egy kerületbe, Wuppertalban, az ott készült ez a fotó, csináltak ilyen fényvisszamerő mellényeket, és ráírták, hogy sharia, tehát iszlám törvény rendőrség. Ugye ott vannak ilyen remek dolgok, aki lop, levágják valamelyik végtagját, elsőt vagy hátsót, azt ugye eldönti a kádi, aki már ilyen torzó, csak úgy viszik át, arról lehet tudni, hogy ez már megállt a hadakutyát, ez már ellopott ugye ezt-azt. Vagy ugye házasságtörésnél még praktizálják sok országban a megkövezést, az se egy szép dolog. Úgyhogy elég drákói törvények vannak, na, magyarul. Jó, abban a 7. században volt ennek létjogosultsága. Azért Magyarországon is a törvények, hogy itt is az volt, aki egy gödöjénél nagyobb értéket lopott, azt lefejezték. Úgyhogy elkapták pólóját, hanem vitte a nyája. Vagy ez a mondás, nem? Hogyha egy birkát lopok, akkor megölnek, ha egy gödöjét lopok, akkor is megölnek, hát akkor viszem az egész nyájat. Régi magyar mondás különben ez tényleg így van, úgyhogy volt létjogosultsága. De ezek a nyomorultak meg oda mentek mindenkihez, aki ott abban a kerületben mondjuk állt, ott sem szabad már a kocsmákba dohányozni, át mondjuk a sörkert előtt és cigizett. Ezt kiverték a kezéből a sört meg a cigit, hogy takarodj innen, te hitetlen, ez a mi kerületünk, egy iszlám kerület. Molesztálták a nőket, hogyha túl rövid szoknya volt rajtuk, vagy túl nagy kivágás, ugye, amit mi megnézünk, az nekik nem tetszik, van cserek. És hát kollégák begyűjtötték őket, és vitték őket, ha nem is a kádi eléd az államügyészhez, és mondták, hogy hát azért az, hogy valaki kiadja magát rendőrnek, azért az meg összever embereket, meg kiveri a kezükből a cuccos, legyen a cigi, legyen a sör, azért nem ildomos. És mit mondott az államügyész, hogy gondolkodott, de hát nem az van ráírva, hogy policáj, az ugye bűncselekmény lenne, tehát senki nem adhatja ki magát rendőrnek, senki nem vett fel egy egyenruhát, hanem jogosult rá, se katonait, se rendőrit, vagy nem viselett ilyen policáj feliratú pólókat.
Tehát ez angolul van, mondja igazából, ez úgy oké, okay, hát jó, amit csináltak annyira nem, de hát azért elengedem őket, mert ő úgy látta, hogy nem történt bűncselekmény, és utána csináltak ezek a, majdnem elmondtam kik, nyomorultak egy szelfit is, és kirakták több ilyen iszlámot lelkesítő weboldalra, hogy kiengedett minket az államügyész. De nagyon örültek a wuppertáli kollégák különben, hogy fú, remek, hogy tele volt a Facebook posztokkal, hogy mekkora király volt az az este, hogy beviszik, aztán elengedik őket. Minden európai nő prostituált, legalábbis szerintük. Elmondok egy jó sztorit, ezt is mindig elszoktam, úgyhogy majd mondhatja azt is a 444, hogy ez a idióta mindig ugyanazokkal a sztorikkal mondhatja az embereket, de ti még szerintem nem hallottátok. Na, lényeg az, hogy járőröztünk Afganisztánban, és láttunk egy pár jópofa srácot, hogy integettek, visszaintegettünk, aztán beszélgettünk velük, mert hogy gyerekektől lehetett infókat is szerezni, hogy merre vannak durva szakállas emberek nagyon sok fegyverrel, vagy esetleg aknákat lefektettek a környéken. De az egyik srác az kb. Olyan volt, mint én, csak Afgánban, szemese állt jól, és mondta, hogy mister, nincs nálad valami magazin? Hát gondoltam, valami turpisságra gondol, Playboy vagy hasonló, hát nem volt. Ilyen pancser vagyok, csak egy ilyen agyongyűrűt fókuszpolitikai magazint vittem a hátizsákon. Ma nemrég érkeztem akkor vissza a szabadságra, és meg a frankfurti reptéren vettem. De azért érezze a törődést, odaadtam meg, és így lapozgatta célirányosan, itt csajokat keresett benne, de csak Merkel volt, meg Seehofer, meg ilyen szürke eminenciásokat, de Maizière, Agat, és akkor már el volt keseredve, ott az újság vége fele volt egy TUI utazási iroda reklám. Ilyen sárga bikinis csajok röpíznek valahogy szép strandon. Mi majd elvágottunk, mikor megláttuk a képet, 52 fok volt az nap, az volt a legmelegebb nap egész életemben. És ugye rajtad van egy flag jacket, rajtad van egy kevlár sisak, ami ahogy folyik le róla szinte, meg hát nem kevés felszerelés. Ugye camelback, de hát abban már olyan meleg volt a víz kb. Mint a külső hőmérséklet, azt már tehát rettenetében beposadt vizet cipelti a magaddal napokig. És akkor a srác nézi a képet, és ott vigyorognak, és akkor mondja nekünk, hogy hát ezt mondta nekik az előjárójuk a meccsetben, hogy minden európai nő prostituált. Hát mondom, öcsi, hülye vagy, miért lenne az? Hát mondja, mert hogy mesztelen, mondom, kis csacsi, még nem az, mert nem vagyunk ott. Lényeg az, hogy azt mondta, hát, hogy így nem járhat egy nő, de mondom, hát kimennek a strandra, és akkor az emberek ott jól érzik magukat, és akkor néznek ránk, hogy mi az a strand. Afgán hegyek hozzáteszem, tehát 2,5-3 ezer méter magas hegyek vannak, és ott járőröztünk, 52 fok, és akkor el kell magyarázni, hogy milyen a hideg tenger, a habok, meg ül az ember ott egy helynekennel. A kollégák mondtak, hogy kussolják, mert megölnek, ők nem a tálibok, amelyik hideg helynekent emlegetek ezen a helyen. És szerencsétleneket próbáltuk elmagyarázni, hogy a mi vallási és kulturális közegünkben az teljesen normális, hogy egy lány így öltözik, meg hogy más férfiak előtt mutatkozik burka nélkül. Ott ugye Afganisztánban, Pakisztánban ugye a burkát viselik, ilyen sajtreszelőn át néznek szegények, és hát nem lett egy kellemes viselet, hogy a bazárba átnéztem, így az arcom elé tettem, mondták, hogy jól áll, vegyem fel, sokkal szebb vagyok benne, nőiesebb. Elgondolkodtam rajta, de aztán nem passzolt a sisakra, kicsi volt, nagyobb meg nem volt, úgyhogy buktam, nincs burkám. De lényeg az, hogy sok nőt ki se engednek a házból. Tehát vannak ilyen vidéki helyek, ahol mi is mentünk ott, tehát a village, ahogy neveztük, hogy vannak nők, az életükben nem jártak még mondjuk a házon kívül. Mondjuk akkor, amikor megházasodtak, átkísérték őket egy másik házba, és akkor átment a túloldalra, és világot láttam, tehát ez olyan, mint amint tudom, elmegyünk Tájföldre, átment a túloldalra, aztán bezártak ott egy másik házba. De úgy bánnak a nőkkel, hogy volt egy ilyen haláleset, szintén járőrözés közben találkoztunk, mert meghalt egy nő. És kiderült, hogy ugye először bűncselekményre gyanakodni kihívtuk ott a helyi rendőrséget, és akkor mondta a csókát, hogy meghalt, mert beteg volt, de aztán kiderült, hogy vakbélgyulladásba halt meg. Aztán mondtuk, de hát maga szerencsétlen, miért nem hívta a mentőket, hogy valamit, tehát ez egy nagyon könnyen 20 perces műtét, hát mondja, de hát az drága, veszek egy új nőt, az olcsóbb. Szóval ehhez már úgy nem lehetett mit nagyon hozzáfűzni, de ennél is jobb sztori, mert ezt is már elmondtam párszor, de elmesélem, mert a kedvencem, hogy összeismerkedtem Jalalabadban egy szőnyegkereskedővel. Úgy azt hitte, hogy van pénzem, mekkorát tévedett, úgy kezdett egy szőnyeg, hogy alkudjunk $7,000. 150-ért vettem meg a végén, de összehaverkodtunk. Tehát volt, hogy szolgálat után még bementem hozzá, és ott kicsit beszélgettünk, kávéztunk, teáztunk, de tök jó, az életében nem hagytam még el Afganisztán, de egy nagyon értelmes csóka volt, rengeteget olvasott, nagyon jól beszélt angolul, újságokat járatott, több könyve volt, tehát tényleg jó volt vele dumálni, és mondja, hogy olvasta valamelyik labban, hogy a német házasságoknak ugye az első öt évben a 70%-a az
elbukik, tehát az emberek elválnak is. Kérdező, hogy miért van ez? Hát jól éltek, gazdag ország, tanultok minden. És hát mondtam, hát igen, ez egy valós tény, és sajnos tényleg így van, ha mondjuk sokan fiatalon házasodnak, rájönnek egy idő után, mégse élenek össze, tovább tanul valamelyik fél, nekem is, hogy mondtam, pont baráti körömben volt olyan, hogy a srác az klímaszerelő volt, a lány az elment az orvosira, elvégezte, orvosokkal spanoskodott igazából, aztán végül összeért egy dokival, és ott hagyta a szegény klímaszerelő srácot. Tehát ilyen előfordul, hogy az intellektualitás kicsit más irányba megy. Aztán mondta a csók, hogy vigyorgott bele a szakállába. Hát az én feleségemmel is egyszer előfordult, hogy az intellektualitás a más irányba ment, és mondom, mi lett, elváltatok? Á, mondja, de hogy. Kimentem a kertbe, ott van egy mogyoró robokor, levágtam egy vesszőt, visszamentem a házba, elvertem, mint az állat, és utána újra kész, boldogság lett. Hát mondom, ír meg valamik női magazinnak, hogy tedd ki fészre, mondom, sokan fogják lájkolni. Tehát abszolút más a gondolkodásuk. És lehet látni, ez a kép elég tragikus, ez egy kölni bevásárlóközpontban készült, mobiltelefonnal vette fel valaki. Elkezdtek egy német lányt molesztálni, beszólogattak, ő nyilván valamit visszaszólt, mert miért ne szólna vissza, azért elég öntudatosak a német csajszik, és ott elkezdték erre ütlegelni, haját ráncigálták, leköpték, tehát így viszonyulnak a nőkhöz. Tehát én is láttam például föld alattin, hogy nem azt, hogy nekem tetszik egy csaj, nem vagyok szívbajos, nagyim mindig azt tanította, volt egy magyar nagyim, szegedi, ez egy istennő volt, ő mondta nekem, hogy na, sok mindent mondod, de azt, hogy a személyemes koldusnak üres a tarisznál, tetszik egy csaj, kis unokám, menj, oda van vesznévaló? Nincs, úgyhogy ez a devizám. Nem az, hogy oda megy egy csaj, és akkor bemutatkozik, hogy figyelj, van kedved elnyolni egy fagyit, dumálni, egyet kávézzunk, beszélgessünk, sétálni. Nem, oda ment a lányhoz egy arab csók, és ilyen nagyon vulgárisan megmondta, hogy mit akar vele csinálni. És akkor csodálkozott, hogy a lány megmondta, hogy mész az anyádba. Tehát abszolút nem értékelik annyira a nőt, hogy megpróbáljanak normálisan beszélni vele. Ugyanez volt, tehát elkezdték a nőt verni. Ez egy berlini bevásárlóközpontban, ott is valamit szólt a csajnak, az elfordult, nem akart vele beszélni, és akkor ráköpte az üdítőt, amit éppen ottan iszogatott. Tehát ilyen a hozzáállásuk a nőkhöz. Ugye tudjuk, volt az a tragikus szilveszter éjszaka Kölnben, amikor több mint 1000 nőt molesztáltak, kiderült, hogy nagyon sok más városban is volt. Akkor fordult igazából meg egy kicsit a németeknek ugye a gondolkodás módja, hogy hát ezek mégse talán mind agysebészek, hanem van köztük egy pár szarházi, akik igazából semmibe veszik a mi kultúránkat, nem tartják a mi törvényeinket tiszteletben, nem tartják az asszonyainkat. Született erről egy tanulmány is. Nekem is kétszer volt, hogy arabok molesztálták a barátnőm. Nem néztek ki utána túl jól, és nagyon fájt a kezem. Egyszerűen is tört a hüvelykujjam. Nem azért, mert ráestem. Na, a lényeg az, hogy viszont a legtöbb német férfi elfelejtett verekedni. Erről született egy nagyon komoly pszichológiai tanulmány. Ugye Oroszországban is molesztáltak csajok a szilveszterkor. Hát ott két afgánt a zsákba vittek el. Többi se nézett utána már ki túl egészségesen. Hát csak úgy az a ping, flatline. Na, a lényeg az, hogy ugye ezt nevelték úgy belénk, hát belém nem, mert én mindig úgy kilógtam a sorból, mindig nagyon rossz kisfiú voltam. A templomnak a közelébe sem merek menni, vagy mint egy ilyen horrorfilmbe elporladnék. De az a lényeg, hogy tényleg az, hogy jaj, hívjuk a rendőrséget, csak ne önbíráskodjunk, jaj, kisfiam, meg ne üsd, mert bajod lesz, hát dehogy nem, valaki molesztálja a csajmat, baszkát, azt úgy leverem, hogy fejre száll. De nem ez volt, hanem mindenki nézte, hogy jaj, ez szörnyű, és még több rendőr kell, és még több rendőr se csinálta sok mindent. Úgyhogy nagyon el lett baltázva a rendőrség részéről is az a dolog, és igazából elfelejtettük magunkat megvédeni, föladtuk önmagunkat. Föladtuk, hogy megvédjük azt, aki számunkra a legbecsesebb, a barátnőnk vagy a családunk, és ez marha rossz tendencia. Tehát úgy érzem néha, hogy átadjuk komplett az országot a bevándorlóknak. Nagyon kibuktam egy 3 hete, kanadai tévét néztem, és tartott Angela Merkel egy sajtókonferenciát, amit átvett a kanadai tévé, és az volt a lényeg, hogy ezt mondta, ugye németül ment angol felirattal, hogy mi németek csak ne arcoskodjunk, ne legyünk migráns ellenesek, mert őt az nagyon feldűíti, hogy hányan mondjuk Facebookon, meg különböző portálokon a migránsok ellen felszólalnak, mert gondoljunk csak a holokausztra. Nézzünk magunkba, hogy egy bűnös nemzet vagyunk. És erre tökre kiakadt a kanadai hírolvasó, mondta, hogy ekkora baromságot mondja, én zsidó vagyok. Nekem a nagyszüleim ott vesztek Auschwitzban, de én nem értem, hogy ezért most miért kellene Németországot tönkretenni, és esetleg egy polgárháború szélére sodorni. Ezt ő, mint hithű zsidó, nem látja be német gyökerekkel ráadásul. Tehát
Ezt mondjuk mi is, hogy jó, persze a holokausztot helyére kell tenni, mint egy népírtás, mint tényleg a történelmünk egyik sötét pontját, de azért nem szabad, hogy tönkretegyük az országot, tönkretegyük a kultúránkat, hogy igazából harc nélkül átadjuk magunkat, hogy tessék, itt van az országunk, molesztáljátok a gyerekeket, a nőket, persze levesszük a keresztet, nem lesz többest fasírtasuliba. Hát azért álljon meg a tébolyda. Ők jönnek, hogy jaj, szegény menekültek vagyunk, és akkor mi igazából behódolunk. Ajánlottam már Gödöllőn is, aki még nem olvasta a Behódolás című könyvet, eszméletlen jó. Röviden a sztori, egy arab származású francia elnökjelölt megnyeri a választást, összeáll a szocialistákkal is, szépen lassan iszlamizálja Franciaországot. Egy fiatal egyetemi tanár szemszögéből van megírva a könyv. Nagyon érdekes, nagyon olvasmányos, vidám, van benne sok szexis, tehát minden korosztálynak ajánlom 18 éven felül. Én egy este kiolvastam, mert rendkívül jó, onnan lehet felismerni a könyvborítót, hogy a Mona Lisa van rajta csadorban. Tehát eszméletlen jó, és tényleg tükröző, hogy Európában ez a folyamat sajnos elindult. Mert hogy az elején mondtam, ugye, hogy ez a török párt esetleg megerősödik, meg ha ezek a bevándorlók itt maradnak, ugye régi adatom van, azt hiszem 2013-as adatom van, amikor körülbelül olyan 14% körül volt a bevándorlók aránya muszlim országokból, Németországban, hát az egy jó 10 millió. Most még jön hozzá mondjuk 3, az azért már masszív, és politológusok mondják, ha 20%-ot eléri, hogy az lesz a kritikus. Az a kritikus massza. És ha tényleg ezek állampolgárságot kapnak, vagy ugye sokuknak már van, és tényleg politikaiak artikulálnak, bent lesznek a Bundestagban, hihetetlenül megváltoztathatják Németország politikáját. Arról nem is beszél, hogy a demográfiai változás, ha már a fővárosban minden negyedik ember bevándorló, azért az már szerintem gondolkodásra ad okot is. Nem szeretném, hogyha Magyarországon, nem tudom, ez 20-30 évvel esetleg olyan így lenne. Legyél kedves. Jó, igen, ugye a kis aktuális terrorcselekmények, amik voltak, ugye a Misa alatt szegény papbácsit meggyilkolt ez a két féreg, jobb szó nincs náluk. Ott a idióta zászlaja az iszlám államnak, és arra felesküdtek igazából az interneten. Öten voltak a templomba, négy öreg apáca, meg ez a papbácsi is képesek voltak meggyilkolni, holott ő nagyon sokat tett a bevándorlókért, pont ő gyűjtött adományokat, ruhákat, pénzt, élelmiszert, amit a frissen érkezett migránsoknak kiosztott ott a parókián. Szóval ez igazából már nincs is hozzáfűzni, akik ilyenre képesek, függetlenül attól, hogy pap egy embert meggyilkolni, levágni a fejét azért, mert más a vallása. Hát bocs, tehát ezekre az emberekre tényleg átkozott módon nincs szükségünk Európában, és különösképpen nem Magyarországon. Lehet látni fiatal srácok, beleillenek mindegy klisébe. Nem tanulnak, kibuknak az iskolából, mindenki hibás, persze az egész társadalom, az egész rendszer, a törvények, meg minden, ő nem. Ő nem tanult, nem én nem tanultam helyette, vagy nem a miniszter nem tanult helyette, ő nem tanult. Ő hagyta abba az iskolát, ő választotta az olcsóbb utat, hogy drogfutár lesz, hogy elmegy betörni valami bandának, vagy a saját szakárára autókat lop, azt leviszi Marseille-be, onnan viszik őket tovább Észak-Afrikába, vagy bárhova Közel-Keleten, nyomoztunk mi is ilyen nagyértékű autók után, lent voltam például egy jordán kikötőben, Akabában, élmény volt látni, hogy szedték ki a lopott autókat ott a konténerekből, mi meg lefoglaltuk. Szóval érdekes játék volt ez mindig. Ansbachi, öngyilkos merénylő, kiderült, hoppá, elfelejtettem a megváltoztatni, nem is öngyilkos merénylő volt, lehet, hogy a mobiltelefonja hozta működésbe a bombát. Két szögbomba volt a csókánál. Egyik egy hátizsákba a hátán, másik egy hátizsákba a kezében. Először azt hittük, hogy öngyilkos merénylő, de sikerült az NSA, tehát a National Security Agency, az amerikai titkos szolgálatnak a segítségével visszapörgetni a csetelését. És az volt a lényeg, hogy ő csak le akarta tenni a bombát az Ansbach Open nevű rockfesztiválon. Az volt a feladat, hogy elsétáljon és messziről távirányítással robbantsa, és utána felrobbantsa a másodiknál a lévő szögbombát is. Tehát házilag készített robbanóanyag volt, szögekkel megspékelve, hogy ez a repeszt hatás még szörnyűbb legyen. 11 ember nagyon súlyosan megsérült, amikor felrobbant. Nem akarták beengedni a rockfesztiválra. Akkor még ott csetelgetett, gondolom, kérdezte úgymond a vezetőtisztjétől, aki Rakkában, Szíriában volt, hogy mit tegyen, és lehet, hogy ez az elektromos, vagy ez a rádióimpulzus ugye működésbe hozta a bombát. Ezek elég érzékenyek, ezek a házi készítésű szerkezetek. 11 ember súlyosan megsérült, az azt mondom, hogy megsérült, jó, majd meggyógyul. Hát akinek mondjuk kimegy a szem egy szögbombától, berepednek a dobhártyái, egész életére mondjuk vak és süket lesz. Tehát annak a szemszögéből nézni ezt a dolgot még tragikusabb.
Úgyhogy igazából is egy frissen érkezett menekült volt, ő azt mondta, hogy jaj, szegény szír, menekült vagyok, csupa jó szándék, és jaj, engedjetek be ide Good Old Germany-ba. Megmutatta, hogy tényleg valójában mi az ő igazi arca. Tessék, itt van, így nézett ki, 27 éves volt, így köszönte meg azt, hogy befogadta őt Németország, adtak neki lehetőséget. Egy családhoz tették be, akiknek egy pékségük van, és mondták, hogy szívesen kitanítják őt a pékmesterségre, dolgozhatott náluk, igazából fiúkként fogadták be, és még az volt a szerencse, hogy nem gyilkolta meg őket. Mert igazából most mi tartotta vissza volna tőle, hogy előbb elmegy egy robbantásos menetet csinálni, hogy meggyilkolta volna őket otthon. Úgyhogy igazából nem is, mindig próbálok a terroristák fejével gondolkodni, de néha nehéz, hogy hogy lehet egy emberbe ennyi gonoszság, hogy ennyi kriminális energia, vagy hogy lehet valaki ennyire pszichotikus, mert én azt mondom, hogy egyetlen egy terroristát sem tartok normálisnak. Tehát aki képes arra, hogy ártatlan embereket gyilkoljon le, vagy az iszlám állam területén 7-8 éves kisgyerekekkel lövessen fejbe másokat, az nem egy egészséges ember, az nem egy egészséges psziché és lelkületű valaki. Ugye szírrel követő Reutlingenben, ez az arc pedig szerelmes volt egy lengyel nőbe, aki egy ilyen kis gyroszozóban dolgozott. A nő visszautasította, és hát mit tesz ilyenkor egy úriember? Bemegy a gazdaboltba, vesz egy bozótvágót, és megölje le a csajt. Hát ő ezt tette. Ráadásul negyedik hónapban terhes volt a szerencsétlen nő, úgyhogy utána rátámadt még járókerőkre is az utcán, egy szemfüles autós észrevette, hogy hoppá, itt valami nem stimmel, rohan egy ember egy ilyen véres macsetével, meg többen a földön fekszenek. Fölugratott a járdár és elütötte a fickót, és utána sikerült őt könnyebben más sérülten őrizetbe venni. Szír menekült, legalábbis azt állította magáról. 9 halott volt Münchenben, ez olyan tök érdekes sztori, mert én nagyon kedves barátnőm pont kint tanul a jogi egyetemen, és ők attól a bevásárló központtól a hogy is ez az OECD Olympics Encounter Center, München a legrosszabb része, tehát az a része olyan, hogy én holtan nem szeretnék ott a kerítésen lógni, mert szinte csak migránsok laknak ott, meg ilyen lecsúszott német arcok, akik igazából már csak egyszer rúgtak be 83-ban, azóta csak rátöltenek. Tehát egy nagyon rossz környék, de sejtettem, hogy ugye, hogy ott volt a tömeggyilkosság, hogy valahonnan onnan jöhetett az elkövető, mert a legtöbb sorozat elkövető, vagy legtöbb ilyen, aki kiakad és úgymond álmokfutó lesz, a saját lakóterén, vagy saját munkahelye környékében kezdi meg ezt a cselekményt. És valóban kiderült pár utcával odébb lakott. Csinált egy fake Facebook profilt egy csinos lánynak a képével, és bejelölte előzőleg, akiket meg akart ölni, és hónapokon keresztül tartotta velük a kapcsolatot. Tehát elég érdekes kettő személyiség volt, és meghívta ezeket a fiatalokok köztük, ezt a Roberto nevű magyar fiút is, hogy gyertek a Mekibe, mindenkit meghívok valamire, ne kérjetek túl drága dolgot, de egy kis fagyi vagy egy üdítő belefér. És mikor mind megérkeztek, ugye ott volt, elővette a Glockot, és fejbe lőtte vele a szerencsétleneket. Csak úgy felmerült bennem, hogy el lett kapva egy 32 éves fegyverkereskedő, akitől a fegyvert vette, meg lett az a fegyverbox is, ahol rejtegette még a eladásra szánt cuccost. 4,500 eurót fizetett érte a srác. És honnan van egy 18 éves migráns gyereknek 4,500 eurója? Esküszöm, nekem nincs. Tehát most mondanák, vegyél valamit 4,500 euróját, mondom, mennyit tudunk alkudni. Neki volt, na, közben ez a joghallgató ismerősünk készítette ezt a képet. A belvárosban, mert ő meg a barátjával elmentek éppen futócipőt venni, és lehet látni, ott fekszik valaki, akit a kommandósok meglőttek. Túlélte, mert bilincset is tettek rá, és elvonszolták. Másik ismerősem a müncheni reptéren dolgozik a toronyban. Ő is felhívott, hogy képzeld, 4 helikopter landolt a GSG-9-tól, valakit őrizetbe vettek a reptéren, csukjával a fején bilincsbe bedobták az egyik helibe, és felszálltak. Tehát egy ilyen villámgyors akció volt, be se jelentették a toronynak, hogy érkeztek, tehát megdöbbentek, mikor 4 fekete helikopter ott hirtelen csak leszállt. Kaptam még egy videót is, azt most nem hoztam el, ott is lehet látni, hogy 3 elkövető lövöldözik a Hofbräuhaus közelébe. Ugye az jött le először a német sajtótól kezdve a CNN-ben mindenütt, hogy több helyen lövöldöznek Münchenben, valószínűleg átfogó terrortámadás történik. Ezt utána dementálták, egy elkövető volt, kaptam még sisak felvételeket kollégáktól. A srác ugye öngyilkos lett. Először azt tűnt fel, hogy teljesen más ruha van rajta, jó mondjuk, mit megizzadt a tömeggyilkosságban, fölvette egy másik pólót, vagy több volt rajta, egyet levett, tehát fordul elő érdekes dolog. De miért vett fel egy másik farmert, és miért vett fel egy másik cipőt?
Amikor elkezdte a Mekiba lövöldözést, egy fekete sportcipő volt rajta, amikor öngyilkos lett egy ugyanilyen kékfehér Adidas, mint ami most rajtam van. Ez az utána kivettem a dobozból, hogy bűnjeleket tárolják, hogy sokkal olcsóbb. És lényeg az, hogy balkezes volt, tehát lehet látni a felvételeken, amikor a McDonald's-ben lövöldözik a biztonsági kamera felvételén, bal kézzel használja a fegyvert. Láttam a sisak kamera felvételét, amikor fejbe lövi magát, jobb kézzel tette. Ez is érdekes. Átöltözött, fölvett egy másik cipőt, hirtelen jobbkezes lett. Nem szeretem az összeesküvés teóriákat, de kezdek attól tartani én is, hogy a német kormány azért elhallgat néhány dolgot. Tehát miért volt ez a lövöldözés, amit ott a barátnőnk lefotózott a mobiltelefonjából a sportüzletből. Úgyhogy be is zárták a sportüzletet, leengedték a rolót, hogy mindenki maradjon ott, és hogy ki ne menjenek az utcára. Tehát elég fordi dolgok történtek, és mondjuk nagyon sok lövés leadtak München belvárosában. Ugye ez a pakisztáni iszlám állam harcosa, aki afgán menekültnek vallotta magát. Hihetetlen volt, neki is azt mondták, mint a nizzai elkövetőnek, hogy lopjon el egy autót vagy egy kamiont lehetőség szerint, és ő nagy tömegbe hajtson bele és gázoljon halálra egy csomó embert. Na ez a gyökér meg visszaírt, hát én még soha nem vezettem autót, én ehhez nem értek. Na ez volt a szerencse. És akkor neki is vissza lett törgetve a csetelés az iszlám állammal. Hát akkor vegyél egy baltát, szállj fel egy vonatra, és ölj meg olyan sok embert, amennyit csak tudsz, amíg le nem lőnek. És akkor meg is tette, vette egy kés meg egy baltát, felszállt Würzburgba a vonatba, és bement pont egy kupéból, ilyen szerencsétlen hongkongi turisták ültek. Nem ölte meg őket, de nagyon súlyosan megsebesítette őket. Tehát azért, akit így arcon vágnak egy balta élével, azért ott se segít már csak a plasztikai műtét, tehát elég csúnya dolgokat művelt. Az volt a szerencse, hogy ott volt pont egy kommandós tím, nagyon közel az állomáshoz. Ők éppen készültek egy drótdílert őrizetbe venni, de utána kapták a hírt, hogy valószínűleg terrortámadás a vonaton, rögtön oda nyargaltak, szóltak a sásznak, hogy dobd el a baltát, nem dobta, másodszorra nem szóltak, hanem úgynevezett finale rettungsschuss, tehát kiiktatták őt egy célzott lövéssel. Nizza ugye nem is kell sokat hozzáfűzni, mindenki tudja, hogy milyen borzalmas volt. Kamionsofőr volt ez a bevándorló is, úgyhogy értett hozzá, tudta, hogy milyen tragédiát tud okozni egy ilyen nagy teljesítményű gépjárművel. Azután azt hiszem 87-re emelkedett a száma, mert még sokan meghaltak a kórházba. Rengeteg gyerek is van az áldozatok között. Nagyon sok muszlim vallású ember is van az áldozatok között. Tehát igazából, hogyha beszélek muszlimokkal, Budapesten is, nagyon imádom az arab kaját, tehát egy héten háromszor, négyszer vagy arabnál, vagy töröknél szoktam kajálni, gyűlölik a terroristákat, mert kialakul sajnos egy iszlámfóbia, ugye. És mondjuk, hogy már rájuk is, pedig ők becsületes emberek, sokan itt is születtek már Magyarországon, vagy magyar feleségük van, itt ragadtak mondjuk az egyetem után, és hogy rájuk is most úgy néznek, mint potenciális terroristára. Tehát bennük is megvan ez a gyűlölet, mert azért a statisztikailag megnézzük, tehát én nem akarok itt iszlamofóbiát, meg iszlám gyűlöletet szítani, mert nagyon távol áll tőlem, hogy igazából ők is az áldozatai a terrorizmusnak. Azok, akik becsületesen dolgoznak. Nekem is van például egy jemeni kolléganőm, aki tök modern, még a kinézetesen jemeni, ugyanúgy öltözik, mint bármelyik 20 éves magyar lány, és pont vele beszélgettem így a napokban, így burka kérdés, meg terrorizmus, ez ki nem állhatja egyiket sem. Tehát mondja, ő például föl nem venne egy burkát, mert az nem önmaga lenne. Tehát ő is úgy látja, hogy azzal igazából a nőt valahol visszaszorítják az ő önmegvalósításában, hogyha ezt rákényszerítik. Vagy a burkini, mondja, jó, hogyha mondjuk olyan országban dolgozna, mint Szaúd-Arábia például, vagy hasonló, hogy nagyon tartják a vallást, csak úgy tudnak kimenni a standra fölvenni, de azt mondja, hogy ez igazából torzítaná az ő személyiségét, tehát igazából nagyon nem szeretné. Úgyhogy eléggé megosztja így az itt élő muszlim vallású embereket. Tehát nem megosztja, hanem elítélik igazából a blokk. És ez a szerencse, hogy Magyarországon nincs ez a tanulatlan, megkeseredett, önmagát, soha, de a társadalmat hibáztató muzulmán, hát nem mondom már, hogy kisebbség, mert lassan már többség lesz Németországban vagy Belgiumban. Tehát nincs ez a tömeg. És az a fontos, hogy ez ne is legyen, mert ezekből lesznek terroristák. Tehát nem azokból a üzletemberekből, szálloda, meg étterem, meg ruhaüzlet tulajdonosokból, akik itt élnek Magyarországon köztünk velünk, azokból semmilyen veszély nem leselkedik ránk. Ők maguk szerintem tolont, vagy jelentenék a hatóságoknak, hogyha tapasztalnák, hogy valakinek ilyen vadhajtásai vannak a környezetükben. Tehát ezeket az embereket én ugyanúgy tisztelem, mint bárkit is, jó velük együtt élni, és eszmét cserélni, és beszélgetni, és együtt dolgozni. Tehát tényleg több arab kollégám van. De viszont ezt ők is a legmélyebben elítélik, mert az iszlám valójában nem erről szól.
Ugye hosszú távon sem működik a beilleszkedés, ezt láttuk az Egyesült Államokban, hogy Orlandóban egy melegbárban követte el a fickó. Megnéztem a Facebook oldalát, onnan vannak a fotók, mielőtt még zárolták, és feltűnt, hogy mindig rendőr egyenruha, illetve rendőrségi pólók vannak rajta, NYPD, The New York Police Departmentnek a pólója. És úgy sejtettem, ez a fickó biztos rendőr akart lenni, de kibukhatott a vizsgán. Kiderült, tényleg jelentkezett az NYPD-hez, de a pszichológiai teszten megbukott. És utána elment fegyveres biztonsági őrnek, jó kis pályát választott, köszi. És valahogy úgy éreztem, hogy ilyen narcisztikus személyiség, mert rengeteg selfit tett föl, tehát az egész Facebook oldalán szinte csak selfik voltak, önmagát fotózgatta a tükörben, és mondom, elképzelhető, hogy miért pont egy meleg bárba mennyi okolni esetleg, hogy ő is az volt, és kiderült, hogy igen, valójában meleg volt, és gyűlölte önmagát a melegségért, pedig miért mi van abból, hogyha úgy boldog. De lényeg az, hogy igazából ez nem is annyira terrortámadás volt, hanem egy ilyen kiterjesztett öngyilkosság, ezt úgy hívják, mikor valaki meg akar halni, de nem egyedül, hanem másokat is halálba ránt magával, amikor a családját meggyilkolja. Vagy angol kifejezés van rá, ez a suicide by cops, mikor valaki nem akarja a triggert meghúzni, és rátámad mondjuk a rendőrökre, vagy tesz egy olyan mozdulatot, mint a lőni akarna a rendőr, mint a fegyver lenne nála. Hát ugye amerikai rendőröknél a kevés izgágában, de azok rögtön lepuffantják, és utána derülök, hogy nem is volt nála a fegyver, tehát sokan így lesznek öngyilkosok. Ergo, nála is az volt, hogy hiába élt Amerikában, hiába született ott, nem tekintette annyira hazájának, konfliktusa volt önmagával, a szexualitásával, a társadalommal, bántotta az, hogy nem lehetett rendőr, és igazából én ezt nem is annyira terrortámadásnak, hanem inkább kiterjesztett öngyilkosságnak tekinteném. Köszönöm. Ugye La Rossi Abalo egy rendőrgyilkos volt, féltünk nagyon a foci Európa-bajnokság alatt, hogy lesz egy terrortámadás. A meccs ellen nem volt, csak egy magas rangú rendőrt, meg a feleségét gyilkoltak meg a saját házában. Ez is új volt eddig a terrorizmusban, ugye, hogy valaki bemegy egy magas rangú nyomozó házába, meggyilkolja a feleségét, őt is. Még mielőtt a 7 éves kisfiúban kárt tett volna, ugye benyomult egy tím, és őt is sikerült leteríteni. Ugye minden gond forrása. Tehát azt mondom, hogy amit ezzel a szelfivel okozott meg, hogy nincs felső határ, meg minden szírt szeretettel várunk, ugye ahhoz vezetett, hogy hirtelen mindenkiből szír lett. Eldobálták rengeteg marokkóiak, algériaiak, palesztinok, mindenféle más arab nemzetből az útlevelüket. Tehát így lent voltunk párszor tekes kollégákkal a határon, és útlevelek százai voltak ott. Hát csak egy csodálkoztunk, például szír útlevélből is rengeteg volt, hogy miért dobták el a szír útleveleket, mikor az volt a meghívó igazából a büféhez, tehát ezt nem tudtuk összerakni. De találtunk olasz, holland, szerb útlevelet kiállítva ugye arab személyeknek, arab születésű személyeknek. Ezek mind eredeti útlevelek voltak, tehát ez is úgy szöget ütött a fejembe, hogy ha valaki már itt él köztünk az Unióban hivatalosan állampolgára mondjuk Hollandiának, vagy Szerbiának, vagy Olaszországnak, miért megy ki a közel-keletre egy háborús övezetbe, és miért jön vissza a menekültekkel, és dobálja el a papírjait? Én rossz májú vagyok, nyilván arra gondolok, mert kapott egy kiképzést, mint terrorista, nem akart a legális úton mondjuk repülővel visszajönni, mert félt, hogy a hatóságok bezsákolják. Úgyhogy elég sok kérdés még nyitva maradt, és ugye félő, hogy nem ezek voltak az utolsó terrortámadások. Na, hogy legyen a vicces is, Merdogán összegyúrta egy haverom. De jól áll neki a bajusz, helyben mindig viselném. Komolyan, férfiasabb vele. Brutális. Na, szalafista toborzás ugye folyik, ő egy közeli jó barátom, na jó, nem, elnégyétek, Pierre Vogel, egy hírhet szalafista. Azért ünnepelték őt meg tavaly Kölnmerrel és a Kölni dóm előtt, mert 1 000 000 koránt osztott ki gyerekeknek, német gyerekeknek, próbálja őket rávenni arra, hogy konvertáljanak a szalafizmus, hogy a szalafizmus vagy a wahhabizmus, hogy így az iszlámnak ők azt mondják, hogy ugye a gyökere igazából a legrégibb ága, tehát nagyon radikális, tiltanak minden, például a modern zenét, azt mondják, a doboz az egyetlen igazi iszlám hangszer, minden férfinak szakálának kell, hogy legyen, ugye hiszen a prófétának is az volt. Ő most elkezdett így agitálni menekülttáborokban is, tehát próbál híveket magához édesgetni. Csodálkozom, hogy még mindig van útlevele. Múltkor elkapták őt a düsseldorfi reptéren, Katárból jött vissza, és volt nála 10 000 euró, amiről nem tudott elszámolni. Hát ugye Katárról tudjuk, hogy azért elég szépen támogatták az iszlám államot. Ilyen nagyon modern jártam Katárban, nem is túl rég, és olyan, mint nem is tudom, Hongkongnak, meg Miami-nak a keveréke, tehát marha érdekes. Csak ugye arabok lakják,
iszonyatosan modern, de az emberek gondolkodása, tehát az inkább ugye az iszlám államhoz közeledik, és nagyon sok komoly üzletember is támogatja nagyon súlyos pénzekkel ezt a terrorszervezetet. Na, ő onnan jött vissza, és kollégák marhára örültek, őrizetbe vették, ha van nála egy csomó pénz, ez nyilván toborzása vagy egy terrorcselekmény előkészítésére akarja használni. Mit mondott az államügyész? Hát ezt nem tudjuk bizonyítani, adjuk vissza neki és engedjük el, úgyhogy. Na, ilyeneket csinál például, tehát gúnytűz zsidóvallású emberekből is, és ezért se csukják be. Tehát én ezért nem értem a német törvénykezést, hogy valaki kiáll és tényleg nyíltan gyalázza a zsidóvallású embereket egy ilyen gúnyrajzzal meg a beszédével, ugye oda mondja, hogy jó, de zsidó a csillagba, és önt, hogy egy bomba lenne igazából a fején, és dörzsölni a kezét, ha halmos valaki meg fog halni, holott közben őszítja a feszültséget, meg ők készítik a bombákat. Tehát én kiállnék mondjuk egy ilyen fotóval valóban Kölnbe az utcára, bezsákolnának a kollégák, és úgy megbüntetnének, hogy attól koldulnék, őt valamiért nem. Tehát ez a furcsa. És még egy nagyon kedves ismerősömet, egy hölgyet kirúgtak a munkahelyéről, el kell, hogy meséljem. 12 éves a kisfia, nagyon súlyosan cukorbeteg, úgyhogy ilyen beépített pumpája van a kisrácnak. Két afgán kirabolta. Na, össze-vissza verték, rúgdosták, elvették a mobiltelefonját, a kis zseppénzét, meg még a rollerét is, és sürgősségre kellett, hogy vigye a kisfiút, és tök pipa volt, és akkor írt ott azon melegében egy Facebook posztot, hogy elegem van ezekben a rohadékokból, összeverték a gyerekemet, ezeket nem tudom, miért kell beengedni. Na, a város fenntartó hivatalnál dolgozott, másnap bement, már várta a főnök azonnali felmondással, mert hogy ilyen neonáci tendenciákat mutat, meg kirekesztő, meg kétségbe vonja a migrációnak a minden szépségét, meg pozitív vonulatait. Aztán mondta, hogy nem főnök, maga nem rúg ki engem, én mondok föl. Aztán ezt meghallott egy kolléganő is, hogy ezért kirúgják, mondta, jó, akkor jövök én is. Tehát rögtön elvesztette két munkaerőt, mind a ketten aznap találtak munkát. Tehát csak ilyen kirekesztés van, tehát levadásszák azokat, akik nincsenek egyetértésben a kormány migrációs politikájával, és akkor ilyen arcok meg még szabadlábon vannak. Tehát csodálatos valahogy. Úgy van, hogy nyíltan összetűznek a rendőrökkel, tehát püfölik a rendőrök fejét néha a zászlókkal, meg az iszlám állam zászlaja. Ugye azt mondják a monda szerint, hogy ez Mohamednek a prófétának a pecsétje, és nem nagyon lehet látni, de a shahada van rajta igazából, hogy la illahu illallah, nincs más Isten Allahon kívül, wa eshedu enne, is hiszek benne, Mohamed Rasulullah, Mohamed az ő profétája. Tehát ez a hitvallás, mondjuk elég szomorúnak tartom, hogy pont az iszlám hitvallását a terrorszervezet írja a zászlajára, mondjuk a szaudiak zászlaján is rajta van a szaudi királyságon, ugye, de az mégiscsak egy vallási ország, nem pedig egy terrorszervezet. Ugye, és amikor többen itt például idősebb emberek is úgy kimentek az utcára Kölnbe, hogy Pierre Vogel és szervezet ellen tiltakozzanak, akkor rögtön kivonult a rendőrség, és hú, neonáci tüntetés lesz. Hát rohadtul nem, ugye Vogel az madarat jelent, tehát csináltak egy ilyen szakállas jó madarat, és azzal tiltakoztak a kölni lakosok, hogy tegyenek már valamit ezzel az emberrel, mert ne agitáljon nyíltan az iskolák előtt, hogy milyen jó dolog a vahabizmus, meg milyen klassz dolog az iszlám állam, mert hát rohadtul nem az. Azt egy haverom csinálta, az van rajta, hogy én vagyok a hitetlen, akit Allah óvott. Hát ő egy ilyen sverini motoros csapatnak a oszlopos tagját, nem túl baloldali a fiú, ezt gondolom kiderül a képről is. Tehát ilyen nagy motorosok aztán hát egyszer-kétszer már rendet tettek, amikor ottan követelőztek például migránsok, hogy kapjanak több kaját, legyen gyorsabb a wifi, meg mit tudom, hogy ott molesztáltak nőket, akkor volt, hogy kicsit elagyalták őket, nem szép dolog, én mint rendőr ezt milyen elítélem. Jöhetünk. Ahogy ezt már mondta, hogy a kilátástalanság az igazából friss hús az IS-nek. A berlini befogadóközpontban készült még a kép nyáron. Tömegek állnak, hazudoznak, hát ezek a srácok, lehet látni, hogy legtöbbjük bangladesi, és kiadják magukat, ők is lazán szírnek. Tehát egy vicc, hogy Nigéria is egy kollégámnak kiadta magát szírnek. Két méteres szálas fekete fiatal srác, azt mondta, I'm Syrian, hívtak egy arab tolmácsot. Szót nem érted belőle, csak mint a elakadt lemezem Syrian, és akkor beírták, hogy 20 éves fekete-afrikai fiatalember, aki szírnek vallja magát, de nem beszél arabul, kapott egy karszalagot, azt lehetett enni, szóval egy farc, egy vicc az egész. Ez nagyon-nagyon jó címlap volt a fókusztól, ugye, ahogy említettem, az újévi események után, tehát lejött ez a lap, hogy fekete kéznyomok a molesztált nőn.
Angela Merkel személyesen hívta fel a Fókusznak a főszerkesztőjét, hogy azonnal vonják vissza a lapot az összes újságárustól, mert hogy ez kirekesztő, ez neonáci, és akkor azt mondta a főszerkesztő, hogy nem, ez marad, ez a mi véleményünk, majd az olvasók is véleményt alkotnak, hogy mennyire jó a migráció, vagy nem. Aztán ugye be is vallották, hogy csak olyan képeket volt szabad lehozni, mint a tévékben, különösen ARD, CDF, a nagy állami témékben, meg az újságokban, hogy a Bambi szemű kisgyerek az édesanyjával plüss nyuszi, tehát nem ezeket az agresszív férfiakat, akik veszélyt jelentenek például a női lakosságra. Ugye most ilyen, kiraktak ilyen piktogramokat a uszodákban, Németországban, hogy nem szabad a nők fenekére verni. És ugye refugee az ugye menekült, és akkor refugee raping az pedig valakit megerőszakolni, tehát csináltak egy ilyen szójátékot, nők, akik tiltakoznak a nem erőszak meg az zaklatásán, hogy refugee, tehát erőszakoló menekültek not welcome, tehát nem szívesen látottak. Csak azért meg egy vicc ilyet kitenni uszodákba, mert oda mennek, és tényleg, ahogy mondom, hogy 8-10 éves gyerekeket is molesztálnak, tehát azért ebbe gondoljunk bele. Kolléganőm írta, ő a Wuppertali rendőrségnél van, és ő bevándorról látni a nevéből, görög szülőknek a lánya, felügyelői rangban van a rendőrségnél, és leírta, hogy ő is így rendőri szemmel, hogy mit lát, vagy mit tapasztal, amikor kimegy női rendőrként migránsokhoz. És a leggyakoribb az, hogy mondjuk van valamilyen probléma, mondjuk családi veszekedés, családi erőszak, becsönget, kinyitja egy arab, vagy török, vagy pakisztáni férfi az ajtót, és mondja maga, mit akar, én a rendes rendőrséget hívtam. Hát mondja, hogy uniform, meg pisztoly, meg sapka, meg minden, tehát policáj. Nem ő férfi volt, tárgyal is becsapják az ajtót, de ugyanez van mondjuk autóbaleseteknél, bárminél kimegy helyszínen, nélkül, ugye meg férfit én nőkkel nem tárgyalok. De van, hogy kis csókák is mondják az iskolában, hogy a tanítónő felhívta ugye a kis migráns gyereket, hogy akkor kétszer-kettő menj, és mondja, te nő vagy, én veled nem beszélek. Ez a válasz, úgyhogy nice. Elkövetőknek ugye 80%-a erőszakos bűncselekményeknél fiatalkorú muszlim. Egy biztonsági kameraképek Bondból, csak úgy szórakozásból agyba főbe vertek egy fiatal párt, a fiú az később bele is halt a sérülésébe. Így nézett ki szegény srác a támadás után, 2 vagy 3 napig még élt a kórházban, 17 éves volt és meghalt. Csak azért, mert pár unatkozó arab úgy gondolta, hogy őt jó ötlet agyonverni. Kiraktam így ezt a képet, és úgy leírtam röviden, hogy mi történt Facebookon. Nem is minősítettem, tehát nem írtam, hogy fú, ezek a szemetek, vagy bármi, és mégis le voltam tiltva 24 órára a Facebookról. Kaptam Zuckerbergtől egy kedves levelet, hogy most vagy bepucsítok és törlöm ezt a posztot ezzel a klikkel, vagy pedig törlik a Facebook accountomat. Hát de van sok kedves emlék, ott meg csomó barátommal azon tartom a kapcsolatot, úgyhogy jó, töröltem ezt a linket. Tehát nem szabad semmit csinálni, ami így rossz fényben tünteti fel a migránsokat, tehát döbbenet. Na, hogy azért élesedik a koalícióban is, ezt lehozta a német tévé, nem vicc, ez egy screenshot az ARD-ből. Tehát érdekes dolog, hogy már azért lehet látni, hogy kezd egy kicsit már így a lak kopni Merkel asszonyról. Hát most már a németeknek azt mondja, csak valami, nem is tudom, 42%-a támogatja a politikáját, és most egyre többen már az unión belül is már csak 70%-os a támogatottsága. Hát van még egy év a választásokig, úgyhogy elég, ha még egy-két terrortámadás történik, akkor azt mondom, hogy ez bukni fog. Az a baj, hogy nincs alternatíva. Tehát mondjuk én is, családom, baráti köröm, ugye, akik középosztálybeli, jobb középvonulatot, mint Magyarországon a Fideszhez képviseljük, mi nem szeretnénk se jobbra választani, se balra választani. Tehát ugye az AfD, az Alternative für Deutschland, Alternatíva Németországnak, egy új jobboldali párt, tehát ahogy én megnéztem a pártprogramot, beszéltem ottani politikusokkal, nekem nem lenne alternatíva, úgy, mint nagyon sok barátomnak se, ez már nekünk túl jobb. Tehát ez a igazából kirekesztő, tehát abszolút bevándorlás ellenes, külföldi ellenes, homofób, mindenki szar, csak a német a jó, tehát már bocs, hogy is szaló fogalmazom, tehát ez nem, mert azért mégis Németország valamelyest egy multikulturális társadalmi modell lett, ezen nem tudom változtatni. Tehát nem fogunk tudni 10 millió embert, akikből mondjuk 8 millió már német állampolgár kitoloncolni, tehát ez nélkülöz minden realitást. A legjobbot kell a szituációból csinálni, de nem hinném, hogy egy erős jobboldali párt, akinek nincs is még igazi pártprogram, ebben belül is nagyon-nagyon szétforgácsolódott, ezen tudna valamit alkotni, de viszont Merkel se szeretnénk. Tehát reméljük, hogy Merkel nem fog megint elindulni azért a posztért, még egy legislatív periódusban indulhat.
bízunk benne, hogy nem, mert szerintem akkor nagyon sokan nem fognak elmenni szavazni. Vagy bízunk benne esetleg, hogy Seehofer kiviszi a pártját, ugye a CSU-t, mert ő lenne a legklasszebb alternatíva a Keresztény-Szocialista Unió, tehát sikítva mennék, és már ott állnék hajnalban, hogy mikor dobhatom be Seehofer a voksomat. Tehát bízunk benne, de Merkelt nem szeretnénk, mert egy kicsit szerintünk már meg is kattant így ebbe a túlzott liberalizmusba és ebbe a befogadó. Azt mondja, hogy még mindig ugyanazt mondaná a mai nap is, amit tavaly. És azért ez kicsit elképesztő. Le sem ment, hogy beszéljen mondjuk a sérültekkel, vagy az elhunyt, a terrortámadásban elhunyt áldozatoknak a hozzátartozóival, és ez rohadt nagy aljasság volt. Obama elnök például előfejezte ki táviratba ott a családok meg a nemzetfele a együttérzését, mint azért a kancellár. Azt mondta, hát ő gondolkodott rajta, hogy lemenjen-e mondjuk München vagy Ansbachba, de hát úgy döntött, hogy nem. Nyaralt, hát nagyon szépen köszönöm, remélem jól. Ugye Mecklenburg-Vorpommern, vasárnap lesznek a választások, úgyhogy ott már lehet látni, az AfD az 19%-on van, úgy, mint a Die Linke, ugye az a volt kelet-német egységpártból átalakult párt. Nem is tudom, ki ez lehetne egy DK-hoz hasonlítani talán, vagy igen, vagy MSZP, tehát egy baloldali párt. Azzal van egy szinten. Félő ugye pont Mecklenburg-Vorpommern, ahol a barátom motoros Ferinbe, róla beszéltünk. Tehát szerintem egy nagyon nagy jobboldali eltolódás lesz. Ami azt mondom, most első körben nem baj, még van egy év a választásokig, de Merkel meg fog ijedni, mert ráadásul Merkelnek a választókörzete. Úgyhogy ő szerintem most már nem alszik olyan nyugodtan, mert parázik a vasárnaptól, hogy mi lesz, úgyhogy érdemes majd vasárnap nézni a tévét, hogy fog eltolódni ugye az a 23%-os CDU, 24%-os SPD. SPD is most már kezd azért olyan a szociáldemokrata párt, ugye olyan migrációs ellenes hangot megütni a választások előtt, hogy ők majd megfékezik, majd tesznek valamit, ugye ez most kezd politikum lenni. Hát köszönöm a figyelmet, csak azt mutatom, milyen volt a ruhánk, ez jó volt, lehetett benne csajozni, azért szerettük. Nem látták az arcunkat, de mindig volt nálunk névjegykártya. Aztán néha túl sokat kiadtunk, és akkor nem tudtam, hogy ki hívott föl. Hol is találkoztunk? Na, a csaj nagyon berágott, hogy hány embernek adtál te névjegykártyát, hogy hány lánynak? Mondom, ha, voltak páran. Te vagy a kávézós, mondta, hogy igen, de most már késő azt lerakta, pedig az jó csaj volt. Na mindegy. Hát köszönöm, hogy itt voltatok, meghallgattatok. Nem tudom, van még idő egy-két kérdésre. Akkor, ha van valami égető, bármilyen fura, személyes, amit nem ismertek föltenni, tegyétek föl nyugodtan, úgyse válaszolom meg. A hatalmas mennyiségű bevándorlást munkaerőigényen indokolják. Na most egyszerűen nem igaz ez valószínűleg, de az is érdekes lenne, hogy miért nem a közép-európai térségből integrálnak bennünket, románokat, szerveket, szlovákok, stb. Mert itt ez nem volna veszélyes. Persze, hogy nem. Nem, te le is lőtted a point, mert ez tényleg így van. Már bakot ugrottam egyszer a barátnőmmel, éppen néztük a német tévét, és Merkel pont a magyarokat emlegette, hogy milyen sok magyar van Németországban, és hogy ezt vissza kell szorítani, és úgy néztünk, hogy te atya úristen, hogy diplomás nyelvet beszélő fiatalok, akiket nem kell integrálni, mert ugyanabból a kulturális és vallási közegből jövünk. Hazautazik. Igen, és aki adót fizet, becsületesen dolgozik, ismeri a nyelvet, anyanyelvi szinten beszélik sokan, akiket én ismerek, például kint dolgozó vagy tanuló magyarokat, most azok zavarnak, és ebből a 2 milliós tömegből én megmondom nektek, hogy kevesebb, mint 100 ember, ezt Nógrádi tanárról is mondta a tévében, kevesebb, mint 100 ember kezdett el dolgozni. Százalékban nem lehet mérni, hogy milyen kevés. Merkel nagyon lecseszte a nagy cégeknek, Mercedes, Bosch, Audi a vezetőit, hogy nem vesznek föl migránsokat. Most a fordultával jött is a válasz, hogy analfabéták, nem tudjuk őket mire alkalmazni. Nagyon sokan nem is ismerik ugye a latin betűvetést, mert ugye Afganisztánból jönnek, arab országokból, hogy az arab írásjeleket használják mondjuk Iránba és Afganisztánba, Pakisztánba, csak ugye más nyelv, tehát az egy indogermány, amit beszélnek. Különbözik az arabtól, csak a betű azonos, de az életükben nem tanulták meg a latin betűt, nagyon sokan angolul is csak nagyon törve beszélnek. Van 2 unokahúgom, mind a 2 tanítónők, és ők is mondták, hogy nagyon szívesen foglalkoznak a migráns gyerekekkel, de nem tudnak, mert nagyon sokan nem beszélnek angolul. Tehát nincs semmilyen közös nyelv, és azért annyi pastu, urdu, farsi, dári, meg különböző nyelveken beszélő tolmácsot vagy tanárt nem tud Németország mobilizálni, mert nincsenek.
Tehát ott bennülnek a kis csókák, meg a kislányok, hallgatják, hogy ott zenélnek, énekelnek, próbálnak valamit ott csinálni, de nem tudnak érdembe tanulni, mert nem tudnak még, mert angolul beszél azért ugye a legtöbb fiatal tanár, tehát tudnának nekik segíteni, de ez sem megy. És mondták, hogy akkor a cégektől nem tudjuk őket alkalmazni, mert analfabéták, és ezt megmondta a szövetségi munkahogyi hivatalnak a elnöke is, hogy körülbelül 10%-a lesz ezeknek az embereknek majd, ha megtanulnak németül, a munkaerőpiacon felhasználható, 90%-uk amennyiben maradnak életük végig szociális segélyből fognak élni, amit ugye mi adófizetők fizetünk. Tehát ez így nagyon-nagyon rossz. Megvizsgált ezt a kérdést a héten a Commerzbank, ugye egyik legnagyobb német bank, és ők is arra jutottak, hogy tényleg ezeket az embereket nem lehet a munkaerőpiacon felhasználni. Tehát egyszerűen soha semmilyen formában. Mire megtanul valaki németül, gondolom azért páran tanultatok, nem a legkönnyebb nyelv, hát egy 3-4 évre szükség van, hogy azért úgy elsajátítsa valaki, hogy mondjuk megmondja neki a főnök, hogy mit én, hogy kell a gépet beállítani ezt-azt. Addig ugye kapja a szociális segélyt, és miután elkezd dolgozni egy migráns, ezt is kiszámolták a Commerzbanktól, az körülbelül 6 évig fogja visszafizetni azt a szociális segélyt, orvosi ellátást és egyet, amit az államtól kapott. A 7. évben jelentkeznek meg pozitívumként a járulékai, amit befizett adó, TB és a többi. Tehát ez nem egy olyan nagy biznisz, abszolút nem. Tehát, és munkaerőhiány van is, nincs is. Azt mondom, orvosokra, fogászokra, szakápolókra van jelen pillanatban szükség. Például a mai sajtó is mondta, hogy fogászhiány van Németországban sok helyen. Szakápolókra ugye mindig szükség van, remek magyar, lengyel, cseh szakápolók vannak kint. Tehát most ezeket kirúgdosni és mondjuk fölvenni valakit, aki életében nem dolgozott egészségügybe, meg se érti, hogy mit mond mondjuk a fődővér, tehát az bődület lenne, tehát azt nagyon nem kéne. Tehát ott tartunk, hogy Nem fognak tudni dolgozni, mert hogy ez olyan, mint hogy kimennék Kínába. Jó, voltam Kínába több hónapot, tehát ott éreztem magam úgy, hogy tök analfabéta vagyok. Az még, hogy osan el tudtam olvasni, vagy Tesco, vagy hasonló, de hogy mi van a polcokon, álltam ott, mint a hülye gyerek, tehát átéreztem, hogy úristen, mondom, ilyen lennék, ha analfabéta lennék, hogy szép színes jelek, azt most ez jó a műfogsoromra, hogy felmosok vele, vagy öntök hozzá tehet, és nagyon finom, ha megiszom. Tehát mindig vártam, hogy jöjjön valaki, akiről úgy kinéztem, hogy tud angolozni, segítsen, hogy hol találom a tehet, a vajat, meg egyebeket. Úgyhogy vettem pilótakexet, tök jó volt, egyéb is úgy nézett ki, halpaszta volt benne, úgyhogy megszívtam, rohantam haza, fú, de finom lesz, főztem kávét, beleharapok is ilyen borzalmas halész, pedig már éreztem azt a igazi pilótás kexet, gyerekkorom óta imádom. Nem az volt. Szóval meg lehet járni ezt, úgyhogy nem tudom, mi lesz a sorsa Németországnak, de megmondta Putyin, hogy ugye Angela Merkel lehet, hogy most rakta a következő holokauszt alapjait. CIA igazgatója már 3 alkalommal beszélt Angela Merkellel, megmondta, hogy egy polgárháborúba is sodorhatja az országot, ha nem áll le ezzel. Obama is megmondta. Ugye vannak ilyen összeesküvés teóriák, hogy hú, Amerika minden emögött, hogy legyengítse Európát, miért tenni a legtöbb német cég az amerikai német vegyes vállalat, Daimler Chrysler-től kezdve, vagy iszom itt a Coca-Cola termékét, vagy mit tudom én, amerikai cuccok rajtam. Tehát ha mi ezt nem vesszük, vagy bedőlnének az üzemek, akkor annak Amerika látna a kárát. Ugye szüksége van Európára, mint erőszövetségesre, mert most azért a hidegháború kicsit beéleződik. Én mondjuk nem látom Putyint annyira gonosznak, mint Amerikába, sőt, de lényeg az, hogy Amerikának szüksége van egy erőszövetségesre, tehát nem hiszem, hogy mögötte ez állna. Hát tudjuk, hogy azért Soros Györgynek is szépen benne vannak ezzel, meg a pénzei a dolgokban. Tehát ő most beleszólt nagyon masszívan az amerikai választásokba is. Clinton nénynek ugye adott 24 millió dollárt kampányra. Nekem is adhatott volna annyit. Jó, 24 ezerrel is kell mellékesevi kamarót, aztán most azzal jöttem volna. Nem, tőle nem fogadnám el úgyhogy. De viszont a migránsoknak is ugye nyomtatta itt a úti könyvet, fizette a mobiltelefonokat, meg minden. De ugyanúgy a szaudik is, tehát hogy kukáztunk tekes kollégákkal bankokba, itt ahol átutolgatták a pénzeket Western Union, és nagyon komoly pénzek, több ezer eurók jöttek a szaudi királyságból. Fölvették a zsét, ugye eldobták ezeket a papírokat, amivel azt megkapták, és úgy összegyűjtöttünk 20-30 darabot, és mind a szaudi királyságból jöttek az utalások. Úgyhogy furcsa, hogy a szaudiaknak is ez miért érdeke. Lehet, hogy az álom a globális kalifátusról minél több muszlim legyen a világon. Ez a törekvés.
Úgyhogy én mindenképpen azt mondom, hogyha ez be is válna, akkor legyen Magyarország mindig, mindig is volt egy ilyen bástya, és tartsuk vissza a szaracénokat. Úgyhogy tényleg mindenkit arra kérek, hogy jól fontolja meg. Nem. Tehát, ha nincs több kérdés, akkor legyen ez a végszó, de van még. De még egy kérdésem lenne, de lehet, hogy kettő lesz. Lehet, hogy nem olvasták ők az égi csillagokat? Mert engem ez a dolog annyira hasonlít arra, hogy szépen beszivárogtak a törökök Budára, és elfoglalták. Nem egy ilyen dologról van szó, 18-20-30 éves emberek jönnek, nők nélkül. Igen. Szóval valahogy ez számomra... Ilyet mondott az iszlám állam, igazadban. Az iszlám állam mondott egy ilyet még a tavasszal, hogy ha fegyverrel nem is tudjuk, de asszonyaink méhével majd elfoglaljuk Európát. Tehát ez benne van. Hát látjuk ugye a Németországot, akkor még nem beszéltünk, hogy Franciaországból több mint 10 millió muszlim, Belgium, brutális. Vonattal jöttem vissza Brüsszelből, akkora hiba volt, kimentem a pályaudvarra, paráztam. Pedig nem nagyon szoktam. Én voltam az egyetlen fehér ember. Csak ilyen szomáliaiak, eritreaiak, fekete-afrikaiak, úgy álltam ott, észre ne vegyenek. Mondottam kis bagáról, aztán hello, veletek vagyok. Megúsztam, jött a vonat, csak én pancser is, ami éjfél ilyen Midnight Express-szel jöttem vissza. Úgyhogy hát azért Belgiumban se szép. Vagy Párizsban is ott levágtam valahogy a Sacré-Cœurhöz egy kerületen, és aztán rájöttem egy-két utca múlva, hogy ez nagyon nem volt jó ötlet. A szeretettel nézték a fényképezőt a nyakamban, meg úgy, hogy kb. Mit lehetne valami elvenni, de aztán végül megúsztam, átmentem, de tehát vannak kerületek, ahol az ember olyan nem szívesen gyalogol. Úgyhogy hát jó, Franciaország, ugye a régi frankofon Afrika területek, Algéria, Marokkó, tehát nagyon szépen Tunézia, volt gyarmatokról azért jöttek, ugye vége volt algériai polgárháborúnak, gyertek, és aki ott születik, az francia, úgyhogy hát Franciaországban sem túl jó a helyzet, ugye láttuk Belgiumban is a terrorveszélyt, a párizsi terrortámadásokat. Úgyhogy ez mind abból jön, hogy van egy ilyen hatalmas kisebbség, akik nem tanulnak, nem találják a helyüket, nem érzik igazából magukat franciának, vagy németnek, vagy ahol élnek, és igazából hát úgymond a saját országuk ellen fordulnak, hiába van állampolgárságuk, az állampolgárság magában nem azt jelenti, hogy valaki hű az államhoz, vagy hogy szereti, vagy hogy kiáll azokért a demokratikus értékekért, amit egy állam képvisel Nyugat-Európában, itt Magyarországon, vallástól függetlenül, vagy származástól, vagy állampolgárságtól függetlenül, azért szerintem egy jó dolog, ami itt van Európában, tehát én tényleg rengeteget utazok. Több mint 40 alkalommal voltam Afrikában, és tudom hány országot beutaztam, és azért mindig jó visszajönni. És azért látom, hogy jó, nem olyan magasak mondjuk a fizetések itt, mint Nagy-Britániában, Németországban, bárhol, tehát én is egy magyar fizetőt kapok egy magyar cégtől, de azért jó visszajönni, mert látom, hogy azért itt állatjó dolgunk van ahhoz képest, mondjuk az emberek élnek Gánában, Malawiban, Tanzániában, itt-ott. És szerintem azért Magyarországnak van jövője, tehát azért látom, hogy tényleg ez alatt a politikai ér alatt, hogy fejlődik, hogy szépülnek a városok, rezsicsökkentés, minden. Tehát én nem vagyok Fidesz tag, én külföldi vagyok sajnos, de remélem azért már bízom, hogy 2019-ben választhatok, teszek érte, mert szeretnék, mert itt érzem magam itthon, és úgy nem hiszem, hogy valahogy is még tiszta szívvel hazaköltöznék Németországba. Ezért ne is győzzen a másik oldalon, engem kiloknak szerintem rögtön, ilyen az első ilyen. Az utolsó helikopterrel hagyom majd el, mint Saigonba az Amerika, itt az országot, úgyhogy nem szabad, ez visznek is rossz. Úgyhogy meg kell védeni ezt az országot, mert érdemes rá, és tényleg így a gyerekeinkért, unokáinkért meg kell tenni, hogy ne legyen az, ami Belgiumban van, ami Franciaországban, ami Németországban, vagy Nagy-Britanniában. Nekem is egy ismerősöm áthozta a cégét Londonból, mert azt mondja, hogy ő már azt nem bírja elviselni, ami otthon. Magyar felesége van neki, és azt mondta, hogy amúgy is szereti az országot. Ő is online dolgozik nagy rész videokonferenciák segítségével, meg minden mondta, hogy neki nem muszáj Londonban lenni, hanem jövődik Budapesten, aztán remekül végzi a munkáját. Úgyhogy Bosch cégen is maradjon köztünk. Megkérdezte tőlem egy ilyen konferencia után az igazgatója, hogy én hogy látom, hogy vegyene itt egy házat Magyarországon, mert van két gyereke, neki is különben az igazgatónak magyar felesége van. A magyar lánya, persze, hogy az van. És hát mondtam, hogyha van rá pénzed, és hát neki nyilván van, akkor vegyél, mert ő is úgy érzi, hogyha bármi Németországban történik, akkor a családját rögtön idehozná első körben. Hát nekem is nagyon sok ismerősöm nyaralt most a Balatonnál. Pont gyerekekkel, mert mondták, hogy itt nyaralhatnak, itt nem molesztálják őket,
nincsenek a gyerekek atrocitásnak kivéve, hanem tiszta szívvel lehozhatták oda, aztán pancsiztak a Balcsiban. Úgyhogy szerintem Magyarország nézettség az egyre jobban nőni fog. Na, lejárt az akum, nekem is úgy egyenes arányon egyre kisebb leszek. Akkor nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Kívánok nagyon jó hazautat mindenkinek. Hallgassatok a szívetekre, és tudjátok.